Uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hogyan? Már nem is merem fölvenni a fülest, mert hallom, hogy szól. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok! Hello reggelt! Csövike! Hétfő reggel van, október 7-e, meleg a reggel. Ha valaki gondolkodik, mit vegyem fel, nem annyira durva, mint a múlt héten. Sokkal melegebb van, 12 fokot mértem. Sokkal, sokkal. Most olyan múlt héten ráálltam ezekre a dolgokra, hogy megnézem ezeket az időjárási szélsőségeket, és nem nagyon találtam az országot, illetve jó, találtam. Na, egy mínusz egyet Vizsolyon. De egyébként olyan durvulatokat, mint a múlt héten, egyáltalán nem. Jó idő lesz egész héten. Indián nyár állítólag, vagy milyen vénasszonyok nyár, vagy valami. Hát valamikor már legyen. Legyen. Hogy lehet rávenni egy laptopot arra, hogyha kihúzod az egeret, mert nem akarsz egeret használni, akkor viszont a táspadja működjön. Na? Elviekben automatikusan működni kellene. Igen? Egy jó laptopnak, igen. De... Az igaz, de az egy viszonylag jó laptop. Igen? Ez egy jó kis cucc. Csak ne bántsd. Kérlek, ne bántsd. Ne üsd. Nem, most nem vagyok olyan hangulatban, nem akarom bántani, csak nem értem, hogy ezeket a laptopokat mostanában meg kell kérni arra, hogy legyenek szívesek. Hát ezek próbáld meg. Engedjék. Ezeknek már lelkük van, ezek már ilyen negyedik generációsak, vagy igen? Hanyadikok. Ne kihúztam, de hogy nem. Most nem. Az enyém attól akkor is megy az én laptopom, hogyha benne van az egér. És a megy a touchpad. Köszöntjük a szakembert a stúdióban. Boldog örömmel üdvözöllek. Igen, nézzük, lássuk, halljuk. Ennyi, aha. Tapasztaljuk. Igen. Húzza, visszatudja. Ezt igen? Ismerjük, ezt a fajta felélesztést, tehát kapcsolt, bekapcsolt ki. És? Igen, és megy? Nem. Hallod a kis zenét? Nagyon jó egyébként. Aha, és akkor most nem működik, ugye? Aha. Továbbra sem. Jó. De várjál, mert most úgy nem működik, hogy a főnök is itt van. Újraindítás. Ez a ez hallod, hát ez ennél mindig a leghatásosabb. Na mindegy, jó van, nem akarok kérdezni senkit. Untatni, csak hát, ha van valami szaki, aki tudja. Jó van, de hál' Istenem most derül ki hétfő, mert szerdán már valószínűleg a falhoz volna. De mindenki, hogy ért hozzá. Igen, egyre többen vagyok a stúdióban. Alt plusz F. Legnagyobb szeretettel köszöntjük Ponyicki elvtársnőt is. Hát ő mind nagy számítógépes szakértő. Hallgató küldte? Igen, igen. Nem. Mit küldött? Alt és F billentyűt. Alt és F. Alt és F. Mondhatnám, hogy ilyen. Na, lassan egy vonos négyes fog itt koncentrálni. Na figyelj, alt és F. Igen. Aha. Aha. Igen. Tidim. Na, jól van. Na, hát mondani neki, hogy jó, és ne hívjon többet. Így van, és küldjen egy új partitúrát, mert ezt már unjuk. Na mindegy, mi újság van veletek? Jaj, de jó volt a hétvége. Egyébként nem volt olyan extra jó, de nem volt rossz. Hát nektek nem, nektek nem tudom milyen volt, de együtt voltatok, ugye? Aha, tegnap. Vagy egy részét? Tegnap, meg pénteken. Istenem, volt, a közös kirándulás. Adtunk egymásnak egy szombatot. Persze, adtunk egymásnak egy szombatot, hogy egy picit kipihenjük a másiknak a társaságát, de én pénteken mondjuk már nagyon örültem neki, hogy hazamehetünk végre, már miután voltunk bent a tévében is, és utána végre befejeztem a harmadik évadot is a Spartacusból, gyakorlatilag letudtam, kicsit megsirattam. Meghalt? Meg bizony, tudtam, hogy ez a sztori vége. Így van, mindegy. Hát komolyan. Nyugodtan nézz utána a Wikipedia. Jaj, de nagyon jó meg volt csinálva az egész, nagyon örültem neki, és még több ilyen sorozatot akarok. Abban most belefutottam ebbe a Spartacusba, illetve csak a főcímre a végén valami csatornán adták. Tehát, igen, hogy nem csak így letöltve lehet megnézni, hanem korrektül. Bizony. Állampolgári magatartás. Ott csattantam én rá, volt egy minisorozat is, a három évadon belül egy ilyen hatrészes minisorozat, és én azt kezdtem el nézni, és akkor kaptam rá az ízére. Na. Érdekes, hogy egyébként korábban, amikor láttam belőle valami részt, akkor így nem annyira akartam. Ilyen túl ilyen túlzónak, meg gicsesnek, meg ilyen picit olyan túl agyaltnak gondoltam az egészet, de aztán rákaptam. Rákaptam, jó, és akkor, és nagyon jó volt. Én mondom, én a vége főcímet kaptam el, az gyönyörű volt. Az, te figyelj, az annyira szép volt, ott áll itt kimerevítve egy ilyen véres csávó. Igen? Gondolom, hogy ő maga ő volt. Spartakus, és akkor megy a főcím. Hát mondom, ez a Jani ezt tudja, hogy mit kell nézni. Bizony. Olyan szép főcímet nagyon régen láttam. 100 hektoliter vér, igen, rengeteg mesztelen női test, irgalmatlan mészárlások, és akkor még egy kis történelem is szorult a sorozatba, úgyhogy nekem nagyon jó volt, nagyon élveztem.
És akkor ez ki is ütötte a péntek estét. Így van, így van. Szóval aztán egy kis szülinapozás volt barátoknál. Isten értesen az is nagyon sikert. Kellemes volt. Igen, megünnepeltük egy ismerős gyermeknek a szülinapját. Annak is nagyon örültünk. Aztán tegnap meg mindegy. Összefutottunk egy kicsit a városban, aztán a városon kívül is. Balival picit forgattunk itt ott. Hazamentünk. Igen. De több helyszín nyomtatok egyszer? Nem, te egy helyszínen voltunk csak tegnap, úgyhogy. Amennyiben az M5-ös autópálya is az egyik helyszínen számít, akkor... Hát ha forgattál rajta, akkor már ez helyszín. Akkor, de ott csak a motorblokkon való forgatta ez az. Helyszín, helyszíni tud nem esetni. Csobánkán jártunk tegnap. Jaj, de jó hely. Elmentünk irándulni. Van egy mászóiskola, az egyik leghíresebb. Igen, nem találkoztunk a mászókkal, csak mi zúgtunk le a köveken. A Hogyan induljunk el kirándulni felkészülés nélkül című alaptanfolyamot végeztük el, mert a barátom mondta, hogy ő tudja, tehát hogy ő ismeri ott a helyet, ő utána nézett, 60 méteres szintkülönbség van 2 kilométeren belül, hát azt mindannyian meg tudjuk csinálni, ugye ez úgy, mindannyianban benne volt 3 kiskorú, tehát 2 5 éves, 1 3 éves, benne volt egy negyedikként egy 1 éves, aki az édesanyján foglalt helyet, ilyen fölkötő cuccal, és hogyha ott a Csobánkától fölmész, akkor nagyon sok ilyen jó kiránduló hely van, de tényleg nem nehezek, lehet sétálni, akkor nem nehéz, ha nem vagy hülye, mint mi. Na, és ugye elindultunk, én vittem élelmiszert magunkkal, mert a gyerekek azok, hogyha kifáradnak, akkor is tudtuk, hogy hosszú tudom menni. De akkor viszel magadra egy ilyen mobil szettet? Nem, egy teljes hűtőszekrényt. Egy helyi hűtőszekrényt fölkötök a hátamra. Egy gurulós hűtőt? Igen. Húzom magam után a grillezőt és a hűtőszekrény a hátamon. Te van erre a célra egy terepszínű vagy keki gurulós hűtőt? Persze. Hogy belesimuljatok a tájba. Hogy a francban? Hogy a francban? Meg ilyen mondom, vára akasztó akkumulátoros. És ez hol volt? Csobánka? Csobánka. Csobánka mellett ott a hegy, és akkor azon elindultunk kirándulni. Máté haverom mondta, hogy ő megnézett mindent. Én ezt nem szeretem, én mindig úgy szeretek menni, hogy én is megnéztem, mert volt már meglepetés, de benne nagyon bíztam, mondom, hadd szóljon a történet, és mondom, 4 felnőtt és 4 gyerek, ebből egy 1 éves anyukám, egy 2 5 éves, meg egy 3 éves, hát elindultunk, és semmi baj, követ gyűjtöttünk, faágat kellett összeszedni, akár egy csoda, és amikor elérkezik a pillanat, hogy érzed, hogy elcseszted, tehát, hogy nem jó. Hogy nem jó, de ezt nem fogod elismerni a te gyerekeidnek, és azzal a hihetetlen nyugalommal próbáld elmondani, hogy micsoda. Hát nem gondolt, hogy az apád nem tudja, hogy merre megy. Viccelsz. Figyelj csak, kicsi. Máté is utána nézett, véletlenül ezen a környéken él, de nem baj. Hát ez egy kis csira. Majd én megmondom neked, nézd meg, már a nap is szembefordult velünk, tehát jó irányba megyünk. A gyerekek körülbelül 2 órán keresztül ezt be is vették, majd elkezdődött az a része a dolognak, hogy apa, hogy nem lehet, hogy nem érünk oda soha többé. Ekkor már 3 órája mentünk a gyerekekkel, leginkább hegynek fölfelé, egészségedre. Összejött? Megvan. Na, akkor végül megvagyunk. De mond. Csak annyi a lényeg ebben a dologban, hogy amikor kirándulni mentek, akkor készüljetek fel, hogy legalább egy körülbelül időpontot tudjatok mondani a visszaérkezésre, mert ez 4 óra után történt meg, és akkor már ugye az volt a terv, hogy fölmegyünk a csúcsra, ott van ilyen kialakított tűzrakóhely, ott egy pici tüzet rakunk, mert az volt az igény. De már csak jelzőtüzet tudtatok rakni a mentőknek. Igen, az sötét éjszaka szólított bennünket vissza. Egyébként mondom, arra jó volt a kirándulás, csak így jó lett volna tudni, hogy merre. De hova vitt a túra, mi a vége, a rám szakadékot? Vagy mi? Csobánka mellett van, az a Csobánchegy, nem? Így van. Hát nem. Nem? A Csobánchegy, ez valóban felvidék. Nem, tényleg olyan jó szólt vagy, Csobánka mellett a Csobánca. Azt úgy hívják, hogy Csobánka. A Csobánka. Ott van a falu mellett gyakorlatilag, egy ilyen nagy sziklás. Ott nem tudom, hogy át lehet-e menni a rám szakadékig. Lehet, hogy át lehet, nem? Az nagyon messze van. Mert hát az meg a Dunakanyar felé van, nem? De az egy jó túra lett volna. Az szép lett túra. Az egy 150 kilométer. Na, mindegy, de tényleg tök jó. Onnan már csak egy ugrás a meccsek. Még jártunk minden Magyarországon. De csak a Bükkön keresztül a meccsek, ugye? Igen, egy kis úszással. És ott láttuk az iskolát, de nem mászott senki. Csak mi panyesszal ketten ereszkedtünk le, de nem a sziklafalon, hanem mellette. Az egyébként nagyon vicces, hogy egy ilyen kijelent. Először panyesz lement, aztán eresztetett neki a hűtőt. Igen, és aztán én utána ugrottam. Az egyébként vicces, hogy egy kijelölt ilyen gyalogos helyen, hogyha szeretnél lemenni, akkor életed kockáztatásával tudod ezt megtenni, mert ott ez egy ilyen rövidítés. Igen. És ilyen, 70 fok. 70 fokon mész le. Jaj, bátor emberek rajzolták a térképet. Hát vagy értettek hozzá, nem úgy, mint mi. Na gyerekek, közben meg vagyok. Megvan? Nagyon jó. Nagyon sok kombináció jött. Alt plusz F3, Alt plusz F2, FM billentyű plusz touchpad igen, FN billentyű és valamelyik F betű, nálam az F9, de meg vagyok. Az Alt plusz F5, azzal el tudod indítani a touchpadodat. F6-ra. Tessék?
Igen, 23-24 F6-ra. Igen, rosálás. Úgyhogy megindultam. Hát akkor mattoltad a gépet? Mattoltam, persze. Tied? Azt hitte, hogy nem újra szeretem. Tied? Igen, nem szeretem, hogy megpróbál kitörni a regulából, ha egy azt hiszi, hogy ő most itt önálló életre kelhet. De a hosszú csönd következménye az volt, hogy megtanítottam neki, mi az a regula. Ennyi. Érted, befinyítetted. Ennyi, kapott. Hogyha így folytatja, megy vissza a Toshiba. Igen. Úgyhogy most már dolgozik, mint a kis angyal. Látod, nem tettél gyokóra, nem tettük meg, pedig gyokó megverte Nadált. Úgyhogy azért rosszra nem teszel ám a gyokóra fogadsz. Ugye verte a Nadált, ez simán. Akkor miért nem szólsz, hogy meccs van? Én nem is tudtam. Én azt hittem, hogy azzal a Tamagocsival játszott csak a Nadal. Mert a fogadásnak az a lényege, Feri, hogy az nyer, az egyik nyer, és most ő nem szerette volna, hogy az egyik te legyél. Jó, de hát a Nadal az nagyon menet. Igen, most buktál először kemény pályán, úgyhogy nagyon-nagyon jó az átlaga, de most kikapott. Most ha ezt megtetted volna, akkor csak azt akarom mondani, hogy lásd, hogy azért nem annyira reménytelen ám gyokorra fogadni. Én sosem mondtam, hogy reménytelen. Úgy elvert a Nadalt, mint a húzat. Soha sima kétszedben. Na, hát ez erre kellett volna tenni. Be ezek ilyenkor nem szólsz. Mit? Csak amikor neked áll az ászló. Elfelejtettem, akkor az a baj. Elfelejtettem. Igen, hogy Nadal gyokott döntő lesz. Bár most már Nadal a világ első, tehát tök mindegy. De mi nem abból fogadott. Miért világ első? Most verte meg a gyokó. Sok pontot szerzett. Ja, de ez így működik. Ja. Azt hittem szimpátia. De tavaly is nagyon sok pontot szerzett, és azért idén. De gyokó is sokat, most sokat szerzett. Illetve pontosabban idén szerzett nagyon sokat, tavaly még nem, mert most ért vissza. Aha. Igen. Nagyon bonyolult a tenisz, mert ugye amit te idén szerzel, az jövőre meg kell védened. Aha. Tehát például gyokó, ha hiába nyerte ezt meg, ez egy 500-as ATP volt. Ha ezt tavaly is megnyerte, aha, akkor ő most csak megvédi az 500 pontját. Aha. Ha ezt elveszi, akkor elveszi az 500 pontot. Ha nyer, akkor viszont nem kap semennyit. A Nadal viszont tavaly nem nyert semmit. Most meg nagyon sokat, és így 500-250 vagy 1000 pontokat halad az ATP listám. Aha. Mert új pontokat szerez, amiket ő tavaly a sérülése miatt nem szerzett meg. Na jó. Mindig jövőre véded meg azt, amit idén megszereztél. Világos. Ezért érdemes évente lesérülni, és akkor csak két évente indulni. Igen. Akkor jó vagy. Akkor viszont akkor végigmész. Meg a pontok. Végigmész mindenkinek. Úgyhogy, vagy végigmész minden. Úgyhogy érdekes. És hiába nyert a gyokó, a Nadal ezzel ugye egy csomó pontot hozott. Hiszen tavaly ő ezen nem indult, vagy ha indult, akkor se jutott el idáig. Jó van, na majd meglátjuk, a következőre teszünk. Tehát egy ilyen Nadal gyokóra lesz, bármi lesz. Viszont belenéztem az X-be. Na! Láttam. Én nem láttam a tegnap estit. Tóth Gabit akarom kiemelni elsődlegesen. Gyerekek, megkomolyodott a nő. Olyan jókat mondott, ez a nagyasszonyos szett, ami tegnap rajta volt nekem, annyira nem jön be. Csajt én nagyon imádom, meg ahogy énekel, de olyan jó kis, úgy olyan rendben volt, mint mentor. Nem tudom ki, hogy van ezzel, de ahogy ott ültek a tesójával, és akkor ilyen komolyabb vívódások voltak, de tényleg cuki jó voltak. De hogy nem, pont, hogy nem csak a cuki, mert a cukit azt úgy vártam tőle, hogy az úgy lesz, az jó. Jó a Tóth Gabi cuki, hanem hogy voltak rendes érett felnőtt gondolatai, amelyek eddig nem mindig jellemezték a művésznőt. Ezzel nem akarom őt bántani, csak egy picit hebrencsebb volt, és úgy tűnik, hogy neki is jót tett az X-faktor, viszont nagyon nagy gyötrelem volt, tehát hogy hét hapsia volt neki, és csak hármat tudott berakni a magába a versenybe. De legalább nem egy ilyen, hogy is vagyok, csak ilyen szerkesztő, főszerkesztő utasításra bekövetkező gyötrelemről van szó, mert azok a srácok tényleg nagyon jók voltak. Jók jutottak tovább? Nagyon. Neveket így nem tudnék említeni, de hallgattam. A srácok nagyon erősek benne. Tényleg. Egyébként az egész felhozatal nagyon jó. Tehát, hogy ez a tavalyhoz képest marhára, tehát, hogy ez teljesen egyértelműen látszik. Hát, én ezeket a nagy vívódásokat, hogy hogyan be neki, hogy mégsem annyira jó, meg mit találja ki, hogy elhiggye nekem az ország, hogy most tényleg úgy gondolom azt, amit mondok. Tehát, hogy ezek, mert volt egy-két olyan vélemény, így megfogalmazva, hogy ilyen nagyon fura volt. Figyelj, az a helyzet, hogy te már egy kész énekes vagy, te már nagyon jó énekes vagy, neked már erre igazából nincs is szükséged. Aha, ez a legrosszabb. Te akkor is be fogsz futni, ha most itt én most téged nem veszlek tovább, úgyhogy nem is viszlek tovább. Nem, az alap tematikája az, hogy mindig tekerve, úgyhogy azt így, hogy nem jut tovább, aztán tovább jut, hogy mindig hitesd el vele, hogy tovább jut, aztán mondd meg neki, hogy nem jut tovább. Tehát ez így történik, ha megfigyelitek. Ugye mind a négy mentornak ez a feladata, hogy így kommunikálni velük.
hogy hitesd el, hogy tovább jut. Mondd el, hogy te egy nagyon jó énekes, hogy nagyon jól énekelt, én nagyon jól teljesítetted, de mégse viszlek magammal. De azt nem lehet mondani, hogy szerintem nem vagy elég jó, hogy jövőre gyere vissza. Nem, hát nyilván ez egy tévéműsor. Tehát, hogy te nem úgy érted. Meg fogsz őrülni. Basszus, de jó vagy. Nem fogod elhinni. Ez egy tévéműsor. Meglepőt, hogy változik a kép is, nem? Az mert egyébként rádióban. Nem, hát arcok kellenek, reakciók kellenek, nagy öröm kell a végén, nagy katarzis akkor van, ha már azt hiszi, hogy majdnem kiesik. Hát ez ugye ilyen szerkesztési mód. Tehát, hogy akkor fog nagyon örülni, ha már majdnem azt érzi, hogy kiesik. Akkor várható nagy katarzis, akkor várható nagy érzelmi kitörés. Ha azt mondta, hogy figyelj, kicsim, nagyon jól énekeltél, tök jó vagy, jössz velem az élő showba, hát ez ilyen. De ha majdnem kiesel, ha ez most nagyon nem ment, tehát ez most nagyon nem tetszett, és nem látok benned sok mindent, de azért mégis, de egyébként tovább jutsz. Ezt értjük, de a másikat nem értjük. Mit? Amikor azt közlöd, hogy nem jössz velem. Hát mert akkor meg nagy a sírás. Hát mert akkor meg nagy a váltás, hogy elmondod neki, hogy tök jó vagy, jól énekelsz, minden oké, jó, viszont van kettő, aki jobb nálad, és nem jössz velem. Aha. És abban a pillanatban ugye összeomlik, és ott jönnek a nagy sírások. Amit Jani mond, hogy igen? Végig dicséri, hogy, és az a dicséret, hogy te már túl jó vagy ehhez. Neked már ide nem kell jönnöd, mert egyébként te már bizonyítottak. Én azt értem, hogy a Geszti miért mondta annak a rocker csávónak, aki... A Bárki Zolinak? Hát nem tudom, és utána még... Megint a rocker önérzet. A legjobb, hát, szóval, aki a Zolit hallotta már valaha énekel. Én elmondom, miért mondta a Geszti. De a legjobb érv, és nekem még a termeted is bejön. Jó, az igen. Nem, az egyébként azért volt, hogy ne vegye magára, hogy esetleg pocakos, és hogy emiatt. De hát Meatloaf is pocakos, aztán mégis egész jól. Értem, hogy mit akart ezzel mondani a Geszti. Az azt akartam mondani, hogy a csávóban nincs fejlődési lehetőség. És egyébként tényleg nincs. Tehát ez a csávó, az ilyen, az ezt tudja, az ezt énekli, elhörög mindent, amit kell, elénekli. Örök. De ugye nem úgy értem, elénekli, de nincs meg benne az, hogy el tud jutni A-tól B-ig, és látsz rajta egy fejlődési ívet. Nem, ez a csávó, ez pontosan minden héten ugyanazt énekelte volna, ugyanúgy, egyfajta hangtartományban, mert azt tudja. És a Geszti azt mondta neki, hogy figyelj, tök jó vagy, de nem fogsz tudni olyat fejlődni, amiért te izgalmas leszel, amiért te változol, amiért te minden héten egyfajta más személyiséget tudsz megmutatni. Ez vagy, ezt tudod, ebbe jó vagy, de nem vagy elég izgalmas, és nem is fogsz eleget fejlődni. Én meg tőlem mit mondok? Én meg azt mondom, hogy látunk tőle nagyon sok testhez álló feladatot, és azért jutottam volna tovább a showba, hogy megnézzem, hogy egyébként más műfajokban mit tud produkálni. Aha. Mint ahogy egyébként az egész műsornak is ez a lényege, hogy oda megy a rocker, aztán adnak neki egy Jackson dalt, meg adnak neki egy hatják. Nézzük, hogy például egy Jamiroquait hogy tol el. Aha. Attól válik izgalmassá a dolog, hogy a saját komfortzónájába kikerül. Uh-huh. És ugye Cindy Lauper. Mert pop énekesünk meg már rengeteg van. Tehát, hogyha ha megfigyeljetek, az egész műsor tele van jobbnál jobb pop énekesekkel, meg pop énekes nőkkel. Ez is bizonyítja, hogy a rocknak nincs jövője. Érted? Hát egyébként igazán. Ennyi, írtjuk a rockot, ahol tudjuk, ennyi. Nem, én értettem azt pont láttam a szombatit, a tegnapit nem. De azt tudtam, hogy azt a Geszti miért de mondja. Egyébként igaza van, mert ahogy eddig is boldogult, az ezután is fog. Ennyi. Ezzel nincsen gond, tehát hogy őt kevésbé kell félteni szerintem, mint azokat a félkész, vagy egyébként már majdnem kész kis popénekes nőket, akik kikerülnek a műsorból, mert nekik nagyon kellett volna az, hogy tényleg megismerne a nevüket az ország, és el tudja különíteni az összes többi hasonszőrű. Kérdezzük, hogy kik az igazán jó hangok, mert jól énekelnek, meg sokkal jobb, mint az előző. Az vitathatatlan. Volt egy 17 éves kislány tegnap este. A nagy átütő hang azért most még nem jött ki. Hát azért az nagyon így. Na, tegnapi nem láttam, én a szombatiról beszélek. Nem ezt keresem, valamelyikben benne voltak, mondom, hát ha onnan fölismerem. Tehát ott van például ez a pornós csaj, hát az elkiabál mindent, ezen a féreket hangján, de szerintem... Inkább így hörög, vagy kiabál, de annyira nincs benne semmi. Viszont ott abban a mezőnyben volt egy csaj, ez tök jól énekelt. Aki továbbított. Nem tudom, hogy hívják. Na mindegy, hogy van egy-kettő. Nevekkel még adósok vagyunk. Ez, hát, de azért is van a műsor egyébként, hogy megtanuljuk ezeknek az embereknek a nevét. Megtanuld, aztán elfelejtsd. Igen, részben igen. Hát részben nagy százalékban. Nem, nagy százalékban ez lesz. A 2-3 ebből a szériából megmarad, az már jó eredmény. Úgyhogy de a srácok azok nagyon ügyesek voltak. Nagyon, tényleg. Vera nagyon cuki volt. Tóth Vera. Persze. Árad belőle a szex. Igen. És akkor igen, az nagyon jó volt, árad. Rengeteg szex. Azon gondolkoztam, hogy mi csoda? Kérdeztek, hogy a fex? Azon gondolkodtam, hogy annyi elkezdek vetkőzni. Tudom, mi az a szex, de ne. Jók voltak párban. Na jó, hogy állunk a játékkal? Múlt héten mi volt? 3-2-re nyertünk. Behoztuk be? Be. Jánosunk oda csapott a végén, ha jól emlékszem. Na.
Úgyhogy én még pihennek is a babérjaimra, értetek, ugye? Megpihensz egy kicsit? Persze, persze, még morzsolgatom a kis babjakoszorúmat. Jó van. Lehet jelentkezni akkor játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva, pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Egy jó kis Lady Gaga után itt vagyunk. Nyertük a múlt hetet? Bizony. 3-2-re, ugye? Az elég szoros volt. Hát figyelj, ezt nem nézik ám. Nem. Azért tudod, ott tök a minden. Fal hallgató Morning Show, és akkor így be van húzva nekünk egy. Hát most ugye ez 3-2 vagy ilyen? Persze. Teljesen. Teljesen mindegy. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, sziasztok. Hello, Péter. Szia. Honnan hívsz minket, Péter? Dunaújvárosból. Dunaújvárosból. Múlt héten is volt Dunaújvárosból, úgy emlékszem, egy játékosunk. Uh-huh. Igen. Hogy 2 héten belül biztos. Most ugyanúgy állunk, hogy Salgó Tarjánból szoktak tömegében játszani. Igen, most úgy látszik, hogy a Dunaújvárosiak fogadták meg, hogy egyszer legyűrnek minket. Igen. Péter, otthon még, vagy már munkában? Munkában, igen. Taxis vagyok, és a kocsiban ülök. Na. Rátok ugyanaz a tarifa, ugye? Vagy tehát, hogy egységes tarifa van nektek minden, vagy ez csak a fővárosi taxi? Ez még csak Budapestre vonatkozik. Ja, csak ezt. Budapest. Aha, ti még akkor garázdálkodhattok. Hát annyira azért nem. Nagy a különbség egy dunaújvárosi, meg egy pesti taxis árai között? Nem, igazából nem jelentős. Aha. Csak hogy egy kisebb város, kisebbek a távolságok, így kevesebbe kerül a taxi végül is ennyi. Kevesebbet kell taxizni. Uh-huh. Mennyi most egy kilométer nálatok? 2.40. Itt Pesten mennyi lett? 2.70? 2.80. Aha, kötelező tarifa. Na jó, oké, kivel? Janival. Jaj. Szerintem nem rossz választás. Jaj. Nem rossz választás, bár abszolút nem. Pénteken ugye nyerte Jani, tehát formában van, ebből az okból talán átgondolnám a dolgot, de hát Péter. Hát pénteken a Janit... forgatott értégem, hogy tehát a fáradt most nem inkedem. Jaj. Bízol bennem, én. Na, megnézzük, jó? 3-2-1, tessék. Azt mondtad, hogy dunaújvárosi vagy, ugye? Pontosan. Pontosan, az Tolna megye, jól mondom. Fejér megye. Fejér megye. Így van. Régóta élsz ott? Odavalósi vagy? Itt születtem. Akkor lokálpatrióta vagy, ugye? Szereted a várost? Mondjuk. Szeretem. Család van? A szüleimmel élek még. Uh-huh. De szeretném családot, gondolom. Későbbiekben. Természetesen. Gyereket is? Hogyne. Sokat, keveset? 2. Egy fiú, egy lány. És mi a taxizol régóta? 5 éve. 5 éve már? Mári. Hogy? Mári javít. Hogy? Mondjad? 5 éve. Szereted a munkád? Szeretem, persze. Jó. Szerinted meg fogsz verni? Remélem. Jó van. Én is nézem közben az időt. Aha, jó van. Hát ez... Hát ez nagyon erősen, ez passzív volt. Elég, szóval, hogy remélem 5 éve, igen, nem, sárga, az nem jött, illetve elindult az igen. Semmi, egy mondatod nem volt. Semmi. Hát, nehéz így hirtelen élőben. Én az értem, persze, csak hogy azért ez meglehetősen passzív játék volt, szóval egy kis egyszavas válaszaid voltak szinte végig. Tehát egy mondat, vagy egy bővített mondat nem jött ki, ha semmi. Szavak. Tulajdonképpen. Szóval, hogy ez nem volt egy erős játék. Nagyon ritkán szoktunk már valakit meginteni passzív játékért, de ez nagyon passzív volt. Hogy érzitek? Az volt. Nem vitatjuk egy pillanatra se. Főleg úgy, hogy a múlt héten olyan jó játékosaink voltak, akik szépen beszéltek és hosszan, hogy ez ahhoz képest ez egy gyenguszka teljesítmény volt. Most valahogy úgy érzik egyébként szerintem a hallgatók, hogy ezzel a picit passzívan visszafogottabb játékkal ez a kérdezünk, mi hát ha egyszer belekúszunk vagy csúszunk valami rosszóba, akkor majd ez fog bejönni. Jó,
Itt vagy egyáltalán még? Itt vagyok, igen. Élsz még? Élsz még? Vagy mondj valamit, Péter. Itt vagy? Élsz? Halsz? Hát csak próbáltam alakulni, hogy nem mondjak ki egy tiltott szót se. De már lejárt az idő, már mondd, már beszélhetsz nyugodtan. Nem, hogy tiltott szót nem mondtak ki, semmi ilyet. Semmi, volt. Konkrétan semmi, de tényleg, tehát hogy már nem nagyon szoktam mondani, hogy passzív játék, ne adjuk meg, de ez nagyon passzív volt. Jó, figyelj, én nem akarok most itt rosszsalut játszani, bízzuk a hallgatókra. Jó, tényleg, most az egyszer nézzük meg. Ha több igen érkezik, mint amennyi nem, akkor megadjuk. Ha több az olyan SMS, hogy azt mondják, hogy ne adjuk meg, passzív voltál, akkor nem adjuk meg. Kíváncsi vagyok most, hogy ha teljesen objektívan nézzük, mit mondanak azok, akik végighallgatták ezt a játékot, és küldenek egy üzenetet. De tegyük félre, meg szűrjük ki ebből a ha nekem se lesz, neki se legyen, ha nekem nem sikerült, ő is rohadjon meg című hangulati elemeket. Csak is kizárólag a játékot nézzük meg, hogy ez milyen volt. Jó, kíváncsi vagyok most, hogy erre a nagy többség mit ítél. Jó, Péter, ha úgy döntöd ennek a hallgatók, hogy megkapod, megkapod, ha nem, akkor nem, megnézzük a bejövő SMS-ek százalékát, jó? Jó, oké, köszi. Még nincs elveszel, most ne legyél szomorú, még nem, lehet, hogy megadják. Örülök, hogy beszéltem veletek. De azzal egyetértesz, hogy passzív voltál? Igen, végül is igazatot mond. Jani, mit mondasz, passzív volt? Passzív. Ugye? Passzív volt, igen. Igen. Jó, meglátjuk. Péter, még üzenünk neked adásba hírek után, hallgass, jó? Jó. Tudsz még hallgatni minket? Igen. Jó, akkor figyelj, mondjuk az végeredményt. Köszi. Hello. Ciao, hello. Szia. Ugye? Tehát, hogy ezt meg kell fogni, mert akkor holnap is így játszik valaki, holnap után is, nem. Muszáj keménynek lenni. Most már tényleg ez vagy, hogy megyünk előre, mint a gőzhenger, és egy kicsit így a mi bénaságunkra bízzák a hallgatók az ügyet, hogy most majd elrontjuk, vagy nem rontjuk el. Na mindegy, most már meglátjuk. Na, írjatok, tényleg kíváncsi vagyok. Jó, hogy ki, hogy látja ezt a dolgot. Van egy-két friss közlekedési hírünk, M186-os környékén felüljáróról mérik a Győr felé haladókat, és a 10-es úton a Solymári elágazásnál két autó összement, torlódás várható, türelmet kívánok mindenkinek. Szilvi üzente. Aztán baleset történt Kecskemétnél az 54-esen az M5-ös felhajtó előtt 4-es karambol. Jó Isten, rendőrök helyszínelnek. Ezt csúküldte nekünk, és Parasapuszta országhatárnál rendőrök vannak. Na. Uh-huh. A fehért azt ne írjátok, mert az fejér. Jó, és ezt jól mondta a játékos az elején, tehát ez nem ugyanaz. Jaj, elküldték, hogy ki mondta, hogy fehér megye? Igen, aha. A Fehér megye. Ez jó. 2 perc van pontosan, 7 óra, jövünk a hírek után. 4:08 lesz, 3 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Megjöttek az SMS-ek, a népítélet kimondta. Igazából nagyon kevesen értettek azzal együtt, hogy szegény Péternek oda kell adni az ajándékcsomagot, és a legtöbben azt írják, hogy igen, ez most jogos, passzív volt végre. Végre nem nekem kell, most rosszsarúnak lennem, de tényleg nagyon-nagyon sokan írták, hogy passzív volt, és hogy ez most nem jár, de kívánnak Péternek sok szerencsét, hogy hát ha egyszer még ez a dolog összejön, mindenféle rossz indulat nélkül. Igen. Persze van, aki azt mondja, hogy veszteni tudni kellene, és hogy ebben most ne kössünk bele, de ezt mi most a hallgatókra bíztuk, és hát kb. 80-20 százalék. De megígérem, hogy legközelebb, amikor én játszok, nem fogok kérdezni. De semmit, csendben. Nem válaszolni fogok a kérdésekre, de most komolyan mondom. Igen, tehát akkor nem lesz, nem támadom le, nem leszek aktív. Igen, az a bajom ezzel, hogy megint elképesztően nagy képű voltál. Tehát, hogy ezt így nem lehet csinálni, hogy lerohanod, érted, kérdezel tényleg a játékban, Jani. Rém kellemetlen vagy, ne haragudj, a fekete-fehér igen. Szóval ezt így nem lehet csinálni, hogy kérdéseket teszel fel. Jó lenne most magadba szállnál egy picit. Te nem érzed? Igen, én is elszemtelen lettél. Nagy képű volt az egész, kérdést tettél föl neked. Ne, szóval ezt így nem. Egymás után többet is. Hihetetlen vagy. Ne haragudjatok rám, mostanában egyébként tényleg egy kicsit elszaladt velem a ló. Igen, kicsit kezdesz elszemtelenedni. Na jó, oké, köszönjük az SMS-eket, de ha Péter kap egy újabb lehetőséget, akkor természetesen tud majd játszani újra. Bezzek, a csaj lenne, nem lennétek ilyen okosak. Írja nekünk egy női hallgatónk. Aha. Pálma. Hogy miért is? Mi a, az összefüggés? Bezzek, a csaj lenne, nem lennétek ilyen okosak. Mert nem azt írod, hogy bezzek, a csaj lenne, megadtátok volna neki, az még, tehát ezt elfogadom, de ez, hogy nem lennénk ugyanilyen okosak,
Igen, kapja meg, mert Jani túl agresszív volt, annyira nyomult. Na, hát ugye? Igen. Na jó, ezt egy-két SMS csak Péter mellett. Oké, Péter, a helyzet az, hogy megszavazták a hallgatók, ez most neked nem jár, passzív voltál, de valamikor kapsz egy másik lehetőséget. Jó, és akkor tudsz még egyet játszani. Ja, és köszönjük, hogy jelentkeztél. Igen? Még egy SMS, hogy visszabillentsem a mérlegnyelvét. A Jani se volt túl aktív. Az egy-két szavas kérdésekkel írja nekünk Norbi. De akkor most mi voltam? Most agresszív voltam, aktív voltam, vagy passzív voltam, és visszafogott. Most mi vagyok? Semmi. Júj. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. Semmi, nem, semmi vagy. Nem vagy. Sem, az ég egyet a világon nem vagy semmi. A 44-es úton Kecskemét felé álmokfutó török kamionos garázdálkodik. A szemünk láttára szorított le egy kamiont és egy buszt az útról. Hol vannak ilyenkor a rendőrei? Misita üzente ezt nekünk. M1-es 86-os kilométer környéken felüljáróról mérik a Győr felé haladókat. Több mint 200 SMS egyébként csak ahhoz, hogy ő ki volt passzív. Nagyon jó. De valaki már annyira radikális, azt írja, szavaztassuk meg a ti fizetéseteket is. Döbbenet, imádom, ezért jó ez. Hogy bedobsz egy ilyet, hogy gyerekek, jó, na, döntsön a nép. Döntsenek a hallgatók, hogy ki nyert ezt a mai játékot, és a legdurvább SMS-ek. Finoman, egészen finoman, durván, nagyon finoman, fizetések, választások, Fidesz, MSZP, kinek az anyja, nem? Tehát minden, minden. Igen, és hagyd látok a csalatot, rohan Fidesz csiskák. Rohan békások. Egyébként akkor a Ferit is intsük meg. Végig kussol gyáván. A játék alatt. Én akartam, igaz? Mondani magamat is. Igen, most mit vagytok úgy oda? Máskor is volt, aki passzívan válaszolt. Mégsem adta, akadtatok ki. Nem mondta ki a négy szó közül az egyiket se. Akkor most meg miről van szó? Érted, és beképpel, agyrém, azt írja. Nem kéne még ennyit, kötözködetek se. Nem lenne ez a játék. Kezd olyan gagyi lenni, mint a Boom Software. Aki szimpi, megadjuk, aki nem, annak nem. Agyrém! Na most kérem ki magamnak. Megfogja mindenit a saját véreiteket, áruljátok el, nem szett árulók. Jobbikosak! Döbbened, gyerekek, hát ez csak egy játék, hát csak bedobtam, hogy szavazzátok meg, nyugi, nem kell. Nektek így se úgyse lesz ajándékcsomag. Tényleg, mert hogy ez most csak Péter ajándékcsomag. Szerintem Péter már örül. Tehát ő nem kapott ajándékcsomagot, de hogy szegény, ketté nem, szakította az országot. Nem, Péter egyébként egy nagyon szerény, nagyon kedves, nagyon kulturált ember az alapján, amúgy így elbeszélgetünk egymásra, és szerintem ő most ül az autójába, és kicsit lesüti a szemét, és már sajnálja az egészet, hogy így... Írt hogy egy is, is köszönjük a lehetőséget, semmi gond. Igen, köszönjük a lehetőséget, semmi gond, írja Péter. Jár az ajándék, mert Feri kimondta a nemet. Á, még reggel 6-kor... Felháborító, egyértelmű, hogy nyert. Mit akartok? Verszavalót? Kérdezi valaki. Nem az a játék címe, hogy passzív vagy aktív, nála gyengébb játékos is volt már, aki kimondta a tiltott szót és kapott ajándékcsomagot. Jár az ajándék! Írja Éva. Nem igen tudnám feketén félre elne eldönteni, hogy passzív volt-e. Nem kell a kifogás, nyert a játékos. Gyökerek! És egyébként is kimondta, hiszen fekete fejér, igen, nem a játék neve. Ha a játékszabályt nem tiltja a passzivitás, akkor a játékos nyár. Tetszik, nem tetszik? Egy könyvelő. Bármit csinálsz, Jani, rohadj meg! Balázs, dökölj meg! Balázskám. Fekus legyen! Balázskám, túl szigorúak vagytok. Jani kérdés sora, lehengerelte szerencsétlen. Adjátok meg neki. Ez nem passzív volt. Mindent félretéve. Döbbenet, részben van csak igazatok. Ti napi szinten játszatok, de az egyének csak egyszer. Megérdemli a nyereményt. Látok, gyújtjuk azt a rohadt pénzberdét. Balázs úr, veszíteni tudni kell. Vanod úr, nagyon is görcsölt. Az lenne a legjobb és legigazságosabb, ha nekem küldenétek az ajándékcsomagot. Adjátok oda neki, igen, kicsit passzív volt, de olyan is előfordult már, hogy valaki újabb lehetőséget kapott. Ő legalább nem mondta ki a tiltott szót. Szép tap a csaci! Ez elképesztő. Elképesztő. A 3% SMS futott most be. De nem igaz, hogy ennyi SMS-ből nincs, mert az, hogy most boldogok vagytok? A legnagyobb. Igen. Imádom ezt. Ez Magyarország, írja ki. Balázs, uncsi vagy. És az az SMS, ami azt taglalja, hogy mi van, ha ebben is hazudunk, hogy hány SMS jön. Igen. Mi van? Elfogyott a bögre? Jani, jó volt a játékos passzív? A srác csomagját küldjetek el nekem? Na jó, oké.
zárjuk le a dolgot, jó? Minden esetre szenzáció. És gondold, de tényleg, hogy ez csak egy ajándékcsomag. Tehát milyen indulatok vannak ebben az országban, milyen érzelmek, milyen érdekes dolgok, nem? Hogy mit vezetsz le egy ilyen SMS-sel? Hát hogyne? Ugye, mert nem hiszem, hogy a játékért haragudnál, tehát hogy mi van otthon? Figyelj, én mindig azt mondom, hogy az X-faktor, meg egy voice, meg akár egy ilyen játék, mint egy fekete-fehér igen, nem, ez abszolút megmutatja az ország hangulatát, a közvélemény tematizálását, hogy egy tavaly egy Zámbó Krisztiánnál, vagy egy Stone-nál az a fajta gyűlölködés, az a fajta indulat, nem is tudom, lehengerlés, ami jött, az megmutatja, hogy milyen mentális állapotban van az ország, de tényleg. Szóval, hogy a tavalyi X-faktor se szólt másról, mint hogy egyébként tényleg emberek énekeltek, nem? És hát majdnem utcára mentünk. De majdnem utcára mentünk, és olyan szinten megosztotta a közelményt, és olyan szinten ölték egymást az emberek, hogy ilyet még nem láttál. Vagy egy való világ, vagy egy fekete-fehér igen nemnél, vagy bárminél. Szóval, hogy ilyen állapotban vannak az emberek. És a te, ugye, sokszor sikertelenséged, rossz hangulatod, depressziód, szomorúságod, reménytelenséged, beleülöd egy ilyenben, mint egy tévéműsor, egy rádióműsor, vagy valakinek a gyalulása, vagy valakinek a bántása, nem? Mikor írsz te ilyen indulattal, ha benned ennyi indulat van? Ez abszolút megmutatja, hogy milyen állapotban van Magyarország. És ez csak egy fekete-fehér igen nem. És most már arról szól, hogy éljen-e tovább ez az ember, vagy halljon meg, vagy mi dögöljünk-e meg, vagy az anyánk dögöljön-e meg. Jani Szalmabábú lámpavasra, Petinek meg lovas szobra. Tehát ez tipikusan, hogy itthon megy az ellendrukkolás, itthon megy az irigykedés, a dögöljön meg, a rohadjon meg, a miért van neki több, jobb, drágább, amíg egyébként meg például ugye más országokban egy ilyen típusú műsorban, vagy ilyen típusú rádióműsorban inkább az van, hogy ki mellett drukkoljunk, és örüljünk neki, és tök jó, hogy sikerült. Szóval, hogy ez abszolút egyfajta szomorú, de ám nagyon igaz körkép jelen pillanatban hazánkról, hogy ilyen mentális állapotban vagyunk. Nem kell foglalkozni az otthonival egy ilyenen ki. Meg nem is csak az, hogy nem kell foglalkozni, hanem olyan szintű elkeseredés van, és erről nyilván nem az emberek tehetnek, és olyan szintű reménytelenség és kilátástalanság, hogy a te dühödet, frusztrációdat képes vagy egy ilyenben megjeleníteni. Mint egy szavazás egy műsorról, vagy egy fekete-fehér igen, nem, vagy bármi más. De közben te az életedet kéne, hogy okold, amiről egyébként meg nem tehetsz, mert ellehetetlenítettek. Nem? Hát csak ez egyszerűbb. Tessék? Egyszerűbb ez. Meg ennyi indulat van az emberekben. Szóval azért ez mutat egyfajta mentális állapotot, és azért ez szomorú, ha belegondoltok, nem? Igen, de ugyanezt az energiát, ha mondjuk átfordítanád, és valami jót csinálsz belőle, nem, vagy a kis életeddel foglalkozol, akkor lehet, hogy az lenne előrébb. Hát igen, csak ekkora reménytelenség van. Hazudtok! Ez már egy vágott verzió! Taxis blokkát, ha nem kapja meg az ajándékot! Jani, szerintem masszív vagy. Köszönöm, Driver. Igen. Balázs, kimondta az igent? Balázs, te vagy a leggyengébb láncem. Balázs, anyát! Megint a taxisok, mi? Na most, na most ebbe már belevettük a taxisokat. Igen. Is. Tehát most már ők is felháborodnak. Persze, spóroljatok csak a promó cuccon. Legyen döntetlen, bazd meg! Jaj, na jó, nem tudok ezen tovább lépni. Nem vagyunk rossz állapotban, köcsök! Jaj, tényleg, na mindegy. Trafi van az M5-ös 144-es kilométerénél Pest felé egy polisz autóból. Köcsög. Igen. A játékos mentálisan ingoványos volt. Nagyon jó. Na jó, viszont mi lenne akkor, ha bebizonyítanánk pont annak, amiről beszéltünk, az ellenkezőjét? Támadt egy ötletem. Jújúj. Na, mennek. Újúj. Na, már megint figyelni kell. Hogy ugye pont most megmutattunk valamit, és most pont ennek az ellenkezőjét is be tudnánk bizonyítani, és akkor lenne egy nagy közös konklúzió. Hogy... Csomagot Petinek? Csomagot Petinek, vonuljunk utcára. Nem, ugye óriási dugók vannak most Budapesten, és mindenki kicsit reménytelenül lemondott erről, megy, ül egyedül az autójában, nem tud bejutni a munkahelyére, állnak az emberek a buszmegállóban, a villamosmegállóban, az autósok egyedül üldögélnek az autóban,
És ugye mindig azt hallja az ember, meg most pont mi is erről beszéltünk, hogy más országban ez mennyivel jobban működik. Meg más országban mennyivel szebb, meg jobb, meg édesebb, meg finomabb minden, meg ott még tényleg a fű is zöld, vagy zöldebb. És bebizonyítanánk, vagy tennénk egy kísérletet arra, hogy bebizonyítsuk, hogy ugyanúgy, ahogy Darth Vaderben, maradt-e még valami jó ebben az országban. Mindjárt megértitek, hogy hova akarok kiukadni. Mert érdekes a párhuzam, de pont egyfajta züllött mentális állapotról beszéltünk itt, ugye, az előbb, kb. 20 percben. Egy fekete férigen nem után. Na de várjál. Na de hova akarok kiukadni? Akkor derült ki, amikor már szegénynek nem volt se. És utána elégették egy mágiát. Igen. Akkor kiderült, hogy maradt-e benne valami jó. Láb is kész nélkül ráadásul. Nem, arra gondolok, hogy ugye rengetegen nem tudnak most bejutni a munkahelyükre, rengetegen áldogálnak az utakon, fagyoskodnak, és várják, hogy jöjjön a busz vagy a villamos. És kitűznénk egy olyan napot, mondjuk egy hideg napot, amikor hideg lesz, vagy megvárnánk még egy kicsit később, mondjuk novemberben, vagy akár most pénteken, nem tudom, teljesen mindegy. Igen, mert ma nem fagyoskodnak. Ma nem fagyoskodnak, azt mondom, hogy most jó idő van, meg egyre melegebb lesz a héten. Amikor megnézzük, hogy képes-e arra ez az ország, amit mondjuk Amerikában csinálnak, hogy aki autóval közlekedik, az teljesen váratlanul egyszer csak megáll valahol, egy busz megállóban, egy villamos megállóban. Átszáll a buszra. Nem, az naivitás, szerintem az nincs. Letekeri az ablakot, és illedelmesen megkérdezi a busz megállóban várakozót, hogy elviheti-e valameddig. Szevasztok, buszra vártok? Ha? Szar lehet. Vagy ez van. Vagy ez van, és nyom egy biturbot a Porsche Cayenne. Tehát kitűznénk egy napot, mondjuk azt mondanánk, hogy november 5-e, vagy október 28-a, tök mindegy, ami hétköznapra esik, és megnéznénk azt, hogy képes-e magyar embert még felvenni, megállni neki, elvinni A-ból B-be, és tartanánk egy ilyen vegyél fel valakit napot. És akkor is föl kell vegyed, ha ő nem akarja. Ha jön, akkor is fel kell. Berakod a kocsiba, Győrbe megyek, de én nyíregyházára. És mondjuk jön valaki Hüvös Völgyről, vagy Hüvös Völgyű Adiligetről, megáll valahol a Hidegkúti út elején, és azt mondja, hogy elviszlek a Moszkváig, elviszlek a déli pályaudvarig, elviszlek eddig vagy addig, és idegen emberek ülnének be más autójába. Egyáltalán, hogy van-e ilyen közhangulat, hogy be akarsz-e ülni egy idegen ember autójába? Majd jönnének az SMS-ek, hogy gyerekek, 10 perce itt állok, valaki fölve. 10 perce itt állok, a kutya nem állt meg, a negyedik autó ment el mellettem egy emberrel. Igen, képzeljétek el, Miskolcon mindenki megáll mindenkinek, és az emberek felveszik a másikat. A gyerekek, itt állok Debrecenben, a hatodik autó ment el, a hetedik elé most már négy kézláb lemegyek, ha nem áll meg, mert nem akarnak megállni. Értitek? Tehát egy olyan boldogság napot szervezni, amikor autósok segítenek áldogálóknak. Aztán majd valamikor később az áldogálók segítenek az autósoknak, mit tudom, autómosással, vagy bármivel. Értitek, hogy mit akarok mondani? Igen. Hogy kitűzünk egy napot, és megnézzük. Te is fel kell akkor, hogy vegyél valakit reggel. Én is felveszek valakit reggel. Amikor jövünk be. És az egész reggel arról szólna, hogy megnézzük, hogy melyik ország, vagy melyik város az, ami mondjuk ezt csinálja. Budapesten csinálják-e az emberek? Budapesten beszállnak-e az emberek? Vagy írnak majd autósok, a gyerekek, a 8. busz megállónál tekerem le az ablakot, és senki. A kutya nem akar beszállni, mert félnek tőlem. Vagy igen, be akarnak szállni, mert ma van mondjuk a Baliéknál a Klassz FM-en ez a autó segít BKV-s nap. A boldogságnap az nagyon szép volt. Vagy amit a boldogság napja. És akkor tapasztalatok az utazásról, idegennel beszélget, kiszáll, megköszöni neki. Egy olyan jó, ilyen feel good dolgot lehetne ebből csinálni, szerintem, ami nagyon működne. Én hiszek még azért ebben az országban, szerintem ez működhetne. Elviszed, megálltok egy kávére, azt mondja, hogy te elvisz. Azt mondja, hogy elviszel a Moszkváig, állj már meg, ígyunk egy kávét. Hát most nem kell érte. Igen, Vitézi már tiszta idegbeteg, tönkre megy a BKV. Egy nap. És azon a napon, illetve másnap mi várnánk az egész országból az SMS-eket, hogy mi van most jelen pillanatban. De csak magyarokat? Tehát a norvégok rajjanak meg a megállók? Hát most a norvégok jelen pillanatban engem nem érdekel. Magyarok véreim, magyar velem tart, norvégok, kus. Hogy mit tudom én, azt mondanánk, hogy jövő héten mondjuk pénteken, az mondjuk 17-e, lenne egy ilyen nap, hogy vegyél fel egy embert, és nézzük meg, hogy ez egyáltalán működik. Lehet, hogy tök nagy kudarc lesz ez az egész, de lehet, hogy megírják, hogy Székesfehérvár, Tata, Veszprém, emberek, üresek a busz megállók, mindenki autóban megy. És egy csomó embernek okozunk ezzel örömet. Annak is, aki felvesz valakit,
annak is, aki beül. Hülyeség? Nem, egyáltalán nem. Mondjuk nekem, megmondom őszintén, hogy ez a projekt úgy nem nagyon volt a fejemben, de minden reggel ezt csinálom. Bárki felszállhat a buszomra. Jöhet vele vonalú vagy. De nem, te neked is kitalálunk valamit aznap, hogy majd te... De nem, te pedig a másik oldal lennél, mert te reggel, illetve aznap elmondanád, hogy igen, álltál az 50-es villamos megállójában, nem állt meg senki. Álltál a busz megállóban, nem állt meg senki. Láttál egyáltalán megálló autót? Láttál-e olyan autót, ahova beszálltak, elvitték? Tehát ugye most mi a közhangulat jelen pillanatban? Mindenki fél, mindenkitől, ne szállj be emberhez, ne beszélj senkivel, idegen az idegennel, ne menj el ugye senkivel, aki hozzád szól, mindenki fél mindenkitől. Sajnos ez van, ez a magyar valóság most jelen pillanatban, nem? Ilyen a közhangulat, ilyen a morál, ez történik. De ha egy nap ez menne, legálisan, akkor meg lehetne nézni, hogy ez működik-e. Tök hülyesség? Nem. Dolog. És akkor egyeztetni kéne, hogy merre mennek. Semmi. Mi össze a Hüvös Völgyi úton, megállsz egy buszon, sziasztok, Moszkva. Két embert el tudok vinni, megyek Moszkvába. Beszálltok, de jó, köszi. Beülnek, dumálnak, kiszáll, küldnek nekünk egy SMS-t. Kettőt fölvettem. Abból csak az egyiknek egy vettem el a pénzt. Na, csináljuk meg. Melyik nap legyen? Aztán majd még sokat beszélünk róla. Nekem a szerda szimpatikusabb, mint a péntek. Mert a szerda a legrosszabb nap. De pont azért nem fogsz megállni. Rossz napod van, neked is pont rossz napod van. Pont azért hiányzik, hogy nem egy plusz fogsz, töltet legyen. Ne, nem kicsit több endorfin. Se. Azt mondod, szerdán ez egy rossz nap. Biztos, hogy egy rossz fej mellé fog beülni. Ne csináljuk szerdán. Na látod már a prekoncepciók. Biztos rossz fej mellé ülök be. Biztos hát, rossz fej vesz föl. Biztos, mondta, szerda, rossz nap. Biztos nem tudom, hülye lesz, aki mellé beül, begyináz, és mit tudom én, elveszi az értékeimet. De hogy ez most nem csak arra vonatkozik, hogy ez Budapesten lenne, hanem az egész országban, tehát ott is, ahol mondjuk nincs feltúrva az egész város, mert itt Budapesten, de az is lehet, hogy most BKV-val vagy gyorsabb bejutni, mint mondjuk autóval, mert azért ebben nem mindig hinnék, hogy három átszállással gyorsabb valóban jutni BKV-val. De országosan. A szerda nem jó? Hát én ilyen hétfőre vagy szerdára, mert az, a pénteken már úgyis mindenki örül mindennek. A hétfő azért nem jó, mert ha pénteken beszélünk róla utoljára, azt elfelejtik. Tehát egy olyan nap kell, amikor beszélünk róla, és másnap meg is tudjuk csinálni. Hát akkor legyen a szerda. Majd meglátjátok, szerda rossz nap, erre nem mindegy, legyen. Legyen szerda? Szerda. Jövő hét szerda mondjuk? Jó. Jövő hét szerda, az 16-a. Szerintem az jó. Én is szerzek valahol egy oldalkocsis dongomotoros kerékpárt. Hát ringával tudsz, hogy tandemmel. Vagy egy csomagtartom valamit. Nem, a tandem. Ne, a csomagtartó az az ülőim, az nem köszöni meg. Ja. Figyelj, a legjobb esemény, busz megállóban nem lehet megállni a keresztel. Na jó, na ezért. Oké, köszönjük szépen. Akkor, jól van, keresztbe verted. Jó, akkor mit? Akkor piros lámpánál menjetek oda egy autóhoz. Mindegy. A lényeget halljátok meg. A lényeget halljátok meg. És mi van, akkor valakit ezt kihasználva kirabolnak? Nem áll, most ne vegyük el ennek az élét, nem ez a lényeg. Jó, jövét szerdán csinálunk egy ilyen napot, kísérlet jelleggel, lehet, hogy ez egész egy tök nagy csőd lesz, és nem fog működni. Sok embert én nem tudok felvenni, de tényleg legurulok az ülőjén egy tandem kerékpárral, valaki fölül lehet állni, de olyan tandemet akarok, amin két pedál van, tehát nehogy már integerjek végig. Ja, nem, persze. Jó, akkor te bejössz tandemmel? Érted, ott szúszok valaki, megállom valamilyen. Milyen csinos a kis popsit, Janikám, ahogy itt tekersz előttem. Nem, már nem erre gondoltam, hogy merek, hanem, hogy túlsúlyos. Ja. Azt hittem, arra gondolsz, hogy érzed, hogy stíröli a segged. Ne. Na, csinálunk egy ilyen napot? Jó. Jövő hét szerda, jó? Az egész országra kiterjesztve megcsináljuk és levonjuk a konklúziót. Működik, vagy nem működik? Alkalmas még ez az ország arra, hogy ilyeneket csináljunk, hogy hagyjuk a fenébe ember-embernek farkasait, már senki nem száll be senkihez. Jó, ez a nagy boldogságnapja, a nagy kísérlet. A Morning Show országos tesztje. Milyen jelzőket mondják még? Na? Ez jó, nekem ez tetszik, ez szimpatikus. Janinak jó, hogy tetszik, spórolna a jegyen is. Jó, akkor mi felveszünk valakit. De neki meg szerzek egy tandemet. Te pedig neked szerzünk egy tandembiciklit, és mindenki megpróbál felszedni egy embert. Nagyon jó. De hogy te kezdte 20 km tandemmel? Hát, tizet. Tizet? Tíz. Hogy teker? Hát ráül. Nem oda-vissza viszem. Hát. Ja, mert, de hát miért a tandemet utána valahol el kell vinni? Vagy mit? Nincsen, vagy ne, itt... az majd aki ide szállította, majd az elviszi. Persze. Elviszi persze. A tandemet? Ide. Hát igen. Idehoz, hogy valakitől már kapunk. Az a megy vele kedden 10-kor hazateker, és szerdán reggel bejön. Kész. Nehogy valaki megírja, hogy milyen rohacskúr vagyok, hogy nem tudok ezért venni egy tandem biciklit. Na jó, meglátjuk még akkor. Jó, lesz akkor egy ilyen nap, kitaláljuk még a pontos időpontot, jó, és megnézzük, hogy működik-e. Kíváncsiságom.
Jó, 4 perc van pontosan, már nem, már el is múlt, 7:30, 4 perccel. Óven bácsira és Berunénre lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt pontosan 1 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk és egy érdekes dologról beszélgetünk itt a hírek előtt. Ugye az ország mentális állapotáról, amiről nem tehet az ember, meg egy csomó külső körülmény is meghatározza azt. Én is azt gondolom, hogy csak és kizárólag nyomasztó dolgokat olvasol a hírekben, nyomasztó dolgokat látsz a híradóban, nyomasztó dolgokat olvasol, ha kezedbe veszel egy bulvárlapot, és ez egyszerűen rátelepedik és ráragad az emberre. Na, de hát tényleg, tehát hogy... És bocsánat csak, hogy hát ha valaki most kapcsolódott be, hogy egy érdekes kísérletet csinálhatnánk, és ebben nem kell, hogy részt vegyen az, aki nem akar, nem kell, hogy gyerekeket átneveljünk egy napra, nem erről van szó, felnőtt emberekről beszélnek. És ami még 5 vagy 10 vagy 20 évvel ezelőtt ártalmatlan dolognak tűnt, az az, hogy kijelölünk egy napot, és azt mondjuk, hogy ha van kedved, akkor vegyél fel valakit, vidd el A-ból B-be. A világ legjobb és legtermészetesebb és legkedvesebb dolga lenne, ha nem ebben az országban élnénk. És a kísérlet lényege pedig annyi lenne csak, hogy ez most működik, vagy nem működik. Senkinek nem kell megtenni, aki nem akarja, csak megnézni, hogy van-e ebben az országban még kezdeményezőkészség, nyitottak vagyunk arra, hogy valami jót tegyünk, vagy a saját félelmeink, a ránk nyomott félelmek, a külső körülmények, azok a hírek, amiket az ember hall, azok annyira megnyomorítanak bennünket, és erről nem tehetünk, hogy egész egyszerűen félünk, magunkra zárjuk az autót, nem ül be senki, nem szállunk be senkinek az autójába, hanem egyszerűen csak várjuk a buszt, felszállunk, ott nagy baj nem lehet. Ja, hát el is mondtál ezzel mindent, ha most megnézed a híradót, akkor állandóan ilyenek vannak, hogy eltűnt, ilyen probléma van, olyan probléma van, most ebbe is egy kicsit nehéz lesz szerintem megugrani. Én ezt tök máshogy gondolom, meg azt gondolom, hogy azért van ennyi hír, mert így tudják eladni a bulvárlapokat, meg így tudják eladni a híradójukat. Egyébként egy csomószor történt már ilyen régen is, betegek, aberráltak, perverzek mindig is voltak. Egyszerűen csak ezt hallod már mindenhonnan, és mivel ezt hallod, elkezdesz félni. És azáltal, hogy elkezdesz félni, ezáltal ember embertől elhatárolódik. Mindenki fél mindenkitől, mindenki paranoiás, mindenki rossz látát másikban, és megfélemlítenek bennünket. Meg meghagyjuk magunkat megfélemlíteni a bulvár újságon keresztül, a híradón keresztül, mert tényleg nem hallasz más, csak hogy megölték, kirabolták, kifosztották, megerőszakolták, felgyújtották. Valóban ilyen világban élünk. De azt gondolom, hogy ezzel le lehet tenni, és azt is gondolom, hogy szerintem az emberekben van jó. Csak mivel ezt nyomják rád állandóan, már te is elkezded elhinni, hogy ilyen világban hát élsz. Most mondjuk a gyerekedet engednéd, hogy beszállj. Nem. Ez most nem arról szól, hogy neveljük át a 10 éveseket. Dehogy is nem. Hát most a szülőnek nem kell azt mondani, hogy hallottad a Balázséknál, van egy ilyen nap, és akkor most te 11 évesen állsz a busz megállóban, megáll valaki. Dehogy is, ez nem a gyerekekről szól. Hát felnőtt emberek eldöntik, hogy be akarnak-e szállni, vagy nem. Érted? De hogy ez tulajdonképpen nem szól másról, mint hogy 5 kilométeren valakit valahonnan, valahova elviszek. Na és jó, már az van, hogy úristen, mi lesz? Persze, ott állsz a busz megállóban. De hogy ide jutottunk? Ide. Aha, szerintem ide. Van valami izé hülye, aki azt mondja, hogy ja, én beszálltam a Balázsék akciójába, a Morning Show akciójába, gyere, ülj be. Azt mire kiszállsz, nincs pénztárcán. Tehát megy így reggel a városban, vagy ilyen rossz oldalon állok, rosszat gondolok? Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Én szomorú, hogy idáig jutottunk. Én tök teljesen veled vagyok, csak egy picit így próbálok gondolkozni. Hát biztos van valami rossz tapasztalatod neked is, hogy legutóbb, amikor felvettél valakit, akkor kiraboltad. Megerőszakoltad, felgyújtottad. Igen. Vagy felvettél valakit a Méta utcán, aztán mondták, hogy Feri 3000 gumi nélkül neked csak kettő. Mert szeretem a műsorodat. Pukj ne gyorsan, zsaruk! Maradj még! És mondták, hogy kicsi mit beszállok, aztán tegyél majd ki valahol. Igen. Ja, nem ez? Áromból meg vagyunk komplet. Jótékonyság. Szerintem alapvetően vagyok itt arról van szó, hogy ha gyakorlati részét nézzük a dolognak, akkor frekventált helyeken, lévő buszmegállókba, mit tudom, villamos megállókba vennétek fel valakit. Tehát nem arról van szó, hogy valamilyen elhagyott ilyen dűlön, ahol nincs közvilágítás, oda mész valamit. Persze, nem. De nekem az is jó. Igen, ha kiderül, hogy ez a dolog egyáltalán nem működött, és senki nem állt meg senkinek, illetve nem jó, csak én, tehát egész egyszerűen kíváncsi vagyok arra, hogy ez működik-e. Én nem félek. De nem kell beszállnod azért, mert azt hallottad, aha, nem kell felvenned senkit azért, mert azt hallottad, mint egy országos kísérletként megnézni, hogy 10-ből 8 ember azt írja, hogy beszálltam és kiraboltak, vagy 10-ből 9 ember azt írja, hogy beszálltam, jót beszélgettem, elvittem, és egy ilyen nagyon pozitív dolog derül neki a műsor végén, hogy na jó, azért, mert ezt tolják ránk, és ezt hallod minden fórumon, hogy ki
kitölnek, meg kitrabolnak ki, ez nem egy elveszett ország. És nem kell félned, meg nem kell hagynod magad megfélemlíteni. Ha nem az a rossz arcú, aki felvesz, hanem aki beszáll. Na hát akkor nem állnak meg. Na mert akkor most mi van, érted, hogy jövök végig a tandem bringámmal, az üljön valaki mögé ül. Oké, nem moccanj. Ha nem moccanok, nem haladunk. Oké, akkor tedd fel a kezed. De ha felteszem a kezem, akkor elesünk. Jó, akkor kussolj. Kussolj és add ide a pénzed. Szerintem egy picit negatívak. Itt könyörög jobbra. Negatívak vagy. Tedd a lábad, váltsál. Most már leálltunk, minek váltsa. Kuss legyen. Szerintem egy picit negatívak vagytok. Itt van velünk András. Hello András, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Te a BKV sztrájk idején próbáltál segíteni embereken? Igen, igen, azért ragadtam meg hirtelen a telefon, mert azonnal az ugrott be, amikor te ezt az ötletet felvetetted, ami alapvetően nem rossz, és örök idealistaként én is egyetértek azzal, hogy az emberekben meg lehetne mozdítani valamit, meg kellene az alapvető, és talán meg is lehetne, de ugye emlékszünk még rá, nem volt olyan régen, talán 2-3 éve volt a BKV-szák, és én lévén autónk van, a gyermeket reggel azzal vittem iskolába, délután hoztam haza Pestről Budára, tehát nem két utcányira mentünk, és rendszeresen ez alatt az időszak alatt 4-5-ször Boráros téren, Petőfi híd, Budai híd, 4-es-6-os megálló, 12-es busz megálló, ahol azért összeverődtek az emberek, főleg az elején, amikor nem mindenki tudta, hogy sztrájk van, miért nem jön a villamos, stb. Megállók, ablak le, jó reggelt, jó napot, jó estét, kit vihetek, ide megyek, ott megyek, erre megyek, és néztek rám, mint aki UFO-t lát. Balázs, láttad volna a tekintetüket? Látni kellett volna a tekintetüket, mint aki a Holdról jött körülbelül, vagy istenség, nem is tudom. És egyetlen egy ember nem mondta azt, hogy jaj, de köszi, ide megyek, fázom, beugrottam, és már mehetünk is. Senki, és a negyedik, ötödik alkalom után őszintén szóval lefogtam róla, mert minek? És nem szálltak be? Senki? Nem. Egyetlen egyszer, és nem is az, hogy egy rossz arcú valaki lennék, hát mögöttem ott ült a gyermekülésben a 8, akkor még 8-9 éves gyerekem. Én sem vagyok egy nem tudom minek kinéző, jó, egy hétig nem borotválkozom, akkor csúnya vagyok, de hát ez nem erről szól. Vagy szólt, azt hiszem. És egyszerűen nem láttam a tekintetükön, hogy most én ültem be háttal a moziba, vagy ők. Ez döbbenet egyébként, hogy idáig jutottunk, és értem az okokat, mert valóban sok szörnyűség történik, de hogy ilyen szörnyűségek történtek régen, és csak egyszerűen az emberek már ennyire félnek, és tudtunk, ennyire bizalmatlanak. Nem tudtunk róla, Balázs, hát annyira kinyílt a világ, hogy 2 perccel valami történt, és már tudod. Igen. És alapvetően abban igazad van, hogy a bulvár erről szól, sajnos nem erről kellene, hogy szóljon, meg a híradó nem arról kellene, hogy szóljon, hogy mi gyulladt ki, kitöltek meg, hol rabolták ki valakit. De hát valóban ezzel tudják, azt hiszik ők eladni. Mert lehet, hogy másképp is lehetne, csak nem próbálták meg. Ezt nem tudom meg, én nem is hibáztatom őket, ez a feladatuk, ebből élnek, ebből csinálnak profitot, csak azt gondolom, hogy az ember akkorva akaratlanul, ha kézbe veszi, ha nem, egyszerűen már tényleg minden nap, minden fórumon ez ömlik rá, de nálunk is a híreknél hatodszorra hallgatom meg még egy hét után is, hogy mi történt a futó nővel, meg hogy mit csináltak vele, ami már nem tesz hozzá egyébként magához a hírhez, vagy hogy áll a nyomozás. Attól még 15-ször is elmondani, hogy egyébként mi történt vele, nem értem. Tehát nem értem a hírszerkesztése sokszor egyébként, hogy most eltelt egy hét, és még mindig bemondjuk, hogy még mit csináltak vele. De miért? Mert a 28. bőrt a rókáról húzzuk le. Már mindenki tudja, a tettesekre kellene áthelyezni. Hangsúlyt, megvannak, nincsenek meg. Igen, ekkor történt, igen, igen, ez történt, de hogy még mindig elmondjuk mi is sokszor, hogy mi történt vele, tehát hogy ezt nem is értem. Na mindegy, végig gondoljuk ezt a napot szerintem. Ez egy érdekes kísérlet lenne pont ezért, hogy működik-e, vagy nem. Az is lehet, hogy nem, vagy az is lehet, hogy ezt végre nem csináljuk meg. Jó lesz ez, Balázs, azok között, akik hallgatják ezt a műsort, mert ott semmi probléma nem lesz. Aki hall róla, tud róla, meg fog állni, be fog szállni 10-ből 6-an, 7-en, de biztos, hogy lesznek olyan rádióhallgatók, akik ezzel fognak szembesülni, hogy néznek rám, mint a... Igen. Mint a moziban. Igen. Oké, Anes, köszi, hogy elmondtad. Csáó, jó utat neked. Nektek is. Hello. Napot, hello, hello. Na most mi van, akkor ne csináljuk? De hagyjuk csináljuk a fenébe? De. Csináljuk. Te, Jani, mit mondasz? Elfogadom, ha azt mondjátok, hogy gyerekek, ez az ország nem érett meg erre. Jó ötlet, de hagyjuk a fenébe. Nem, hát mert jobban ki félünk, mint amennyire ez az egész megér. És akkor azt mondom, jó, engedjük el. Nekem ez nagyon tetszik, ez tökre összekovácsol minket a hallgatókkal. Szerintem ez egy tök jó dolog. Nekem tényleg nagyon szimpatikus. Ugyanakkor persze meg lehet érteni azt is, hogyha valaki fél meg. Nyilván például vannak ezek a különböző telekocsi szolgáltatások, ott is ugye ilyen előzetes regisztráció kell hozzá, hogy nyomon követhető legyen. Aki fél, az ne szálljon be, és ne vegyen föl senkit.
Egyébként meg igen, tehát aki nem akar ebben részt venni, vagy aki, akinek vannak, vannak félelmei, fóbiái, akár alapozottan, megalapozottan, akár nem, hát akkor majd nem vesz ebben az egészben részt, de azt ki lehet találni, hogy legyen jel a gyalogosnál is, meg legyen jel az autón valami, amit mindenki megtud, tehát ami nem kerül pénzbe, mit tudom én, ott van ugye, Jani, pont te mondtad, a láthatósági mellé minden kocsiba azzal valamit kirakni az ablakra, végigteríteni, akkor már látod, hogy ő fel akar venni. Nálad legyen egy gyalogosként egy félbehajtott A4-es papírlap. Ja, most csak mondtam valamit, ami lehet érted. Vagy egy igen, mindenféleképpen papírcsákó. Egy kicsoka, egy papírcsákó. És írnának hallgatók, akik eddig nem hallgatták, most, hogy gyerekek, mi történik, minden autós csákóval a fején megy. Sziasztok, tele vagy a megállom Bonaparte napból. Az emberek megőrültek. Én ebben hiszek, szerintem ezt egyszer meg kéne csinálni, aztán maximum kiderül, hogy nem működik. De akkor mi beszéljünk róla a hírek vagy alatt, aztán meg mondjuk a papírcsákot, és aztán ne legyen föl senki senki tízadat, tehát megállok kell a papírcsákot. Senki nem ért semmit. Tényleg megmondjuk, hogy aki csákos fölveszük, majd az aznap reggel lefújjuk, és mindenki ott el csákóba is megírja, hogy nem vették föl. Na jó, itt van egy játékos, akivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok, szia Feli, szia Balázs, szia Jani! Szia! Hello, Jani! Sziasztok! Mutatjuk is, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj! Oké, figyelek! Leszillat. Hú, igen. Vagy varrógép, vagy milyen? Traktor. Traktor lesz az. De elég gyeng az alapjárata. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na, 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 da, na, da, na, da, na, da, na. Hú, szeretném ezt még egyszer. Jó, megmutatjuk. Na, na, na. Da na da na da na da na. Hú, igazán nincs. Hát igen, ez elég nehéz. Jó, kivettük a bögrét, mutatunk jó, hosszabbat, ha úgy sem megy, akkor megmutatjuk, jó? Figyelj! Na 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 da na da na da na da na 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 na. Nincs meg? Na! Nincs. Ez lett volna az eredeti, figyelj! Oh, Phil Collins. Már így ismered is. Hát ez egy Phil Collins lett volna, nem volt könnyű egyébként. Így van, a traktor pedig egy MTZ volt. Köszi, Jani! Én is köszönöm, hogy szevasz. Ciao, hello, hello! A büdös életben nem találtam volna. Én se, soha. Csak a monitoromra néztem, és láttam, hogy mit énekel. Egy perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 8 óra, múlt 15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello! Sziasztok, drága hallgatók, hétfő van, meleg van, ez jó és rossz hír egyben. Mindenesetre, aki most öltözik, annak már nem kell annyi ruhát magára vennie, mint a múlt héten. 12-13 fok volt kora reggel, sőt, pénteken, ahogy hallom, Karolina mondta, hogy 25 fok is lehet akár. Tehát jön vissza az indián nyár, véget érnek a talajmenti fagyok. Úgyhogy van még egy-két hetünk, lehet napozni. Szabadon menni. Nem lehet a Szövetség utcába behajtani a Rákóczi útról, ez Dóri küldte nekünk, valamint az M1-es, M7-es bevezető lépésben halad Budapest felé Niki és Marci. Üzeni M1 osan, Bakcsomóponttól kb. Egy óra, legalább a rendőrök nem tudnak lefényképezni. Südisz írta nekünk, és a Hidegkúti nem dugult be. Igen, a Hidegkútival kapcsolatban ugye múlt héten mi beszéltünk Vitézivel. Nyilatkozott, jó fej volt, nem szokott, velünk kivételtet. És átalakították, ugye? Átértékelték a dolgot, megszüntették a buszsávot, ott ugye a kettőből egyet lezárt a buszsávnak, sárgával, szépen sárgával fölmatricázták, ezért nem nagyon működött, és ugye pont a múlt héten vezettük fel, vezettük fel neki, hogy akkor az a Solymári térség teljesen halott, se a tízesen, se ott nem lehet bejönni, és megszüntették a buszsávot, a sárga festéket átfestették feketével. És lehet haladni? És lehet jönni, mint kés a vajban. Az mindenképpen jó hír. Megyeri híd rémálom, tömött sorok, már nem időfüggvénye a dugó kialakulása. Szerda, Dorog, Dobogókő, Pomász, Dunakeszi vonalon bárki velem jöhet, ezt Gabóca írta nekünk. Mondjuk majd a pontos dátumot, ha megcsináljuk, egyelőre csapataink harcban állnak, ugye? Ha megcsináljuk, ne csináljuk meg. Nagyon nincs egyetértés tábon belül, hogy ez most egy jó dolog, vagy nem.
De eldöntjük. Hidegkuti út elesett, ma reggel is lehetett lehaladni. Na most, akkor jól lehet haladni, vagy nem lehet jól haladni? Valaki azt írja, hogy jól lehet haladni. Tudnátok segíteni, hogy az M0-ás az M5-ös felé milyen? Köszi, Gabi. Hát az M0-ás az M5-ös felé, az új az ugye háromsávos, de már a régi is, úgyhogy szerintem ott már mióta megcsinálták a nullást, nem nagyon kapunk arról híreket, hogy ott dugó lenne. Hát legalábbis nem annyi van. Nincs nem. Annyi baleset, jobban nincs baleset. Lehet lenni. Abszolút, abszolút jobban lehet haladni. És igen. Na, hát ezek a közlekedési hírek. Milyen könyvet nézegetsz te ott, Jani? Mi az nálad? Mert látom, hogy valamit nagyon lapozgattál itt a hírek alatt. Nyelvtanfolyamra jársz? Vannak hiányosságaim, és ezeket igyekszem pótolni. Na. És erre komoly lehetőséget biztosítasz, hogy ma lányomnak nincsen erkölcstan órája, úgyhogy elhoztam a tankönyvét. Behoztad az erkölcstan könyvet? Útra való? Felsős lett a lányom, és ettől az évtől kezdve a felsős kisiskolások is járnak heti egy alkalommal erkölcstan órára, és rá is fér! Egyébként, na azt nem tudom, hogy a világra ráfér, de szerintem tök jó, hogy van erkölcstan. Aha. Tök jó. Uh-huh. Hát szerintem meg nagyon nem jó, de akkor... Miért? Hát miért nem jó, hogy te normál emberi értékeket próbálnak átadni a diákoknak? Én egy picit jobban örülnék. Hát akkor ma nekem semmiben nem fogunk egyetérteni, de ezt én nagyon szeretem. Akkor beszéljünk róla. Jó, hogy behoztad egyébként, akartam is. Mit tanulsz erkölcstanon? Tessék. Megmondom neked, Feri. Azt mondja, hogy egészen konkrétan mit jelent embernek lenni. Nagyon jó. Látod? Éppen erről szól az erkölcstan tantár. Na jó, az a baj, most elkezdtem felhúzni magam, és ha most belendülök, akkor én félig nem állom meg. Én megmondom őszintén, hogy ugye látom, hogy ettől az évtől kezdve milyen mennyiségben kell a gyereknek tanulnia, és egy picit jobban örülnék neki, hogyha ha mondjuk plusz egy órában mondjuk matekból korrepetálnak ehelyett az erkölcstan helyet. Mert hogy azt látom egyébként, hogy maga az erkölcstan az semmi másról nem szól, mint arról, amit egyébként a gyerek megtanulhat különböző mesékből is, történetekből is, meg megtanulhat otthon is. Mutasd már konkrétumokat, hogy mi van egy ilyen erkölcsön. Tehát a gyerekem ötödikes lesz, fölütöm majd a könyvet, tessék. Mit? Az a bajom, tessék. Hogy nagyon jól mondod, csak nem. Például, ha már mesét említed, a magyar népesség 80%-a, akinek van gyereke, nem olvas mesét a gyerekének. Na de... Ebben igazad van. Érte? Nézi a Csillagok háborúját, meg a Gyűrűk urát. Abban neked igazad van, hogy ezt otthon kéne megadni a gyereknek, az erkölcs tantankönyv tartalmát, csak nem adják meg. Meg apu meg anyu szerintem elmondja neki, hogy mit illik, meg mit nem illik. És ezek a dolgok, hát, ezek nagyjából, én azt gondolom, hogy tanulható dolgok, úgyis, hogy az embernek, az ember gyermekének nem kell ezért plusz egy órára beülnie. Ha elmondják, akkor te miért szed szemetet innen a metrótól a bejáratig? Mert ha elmondják, akkor nem lenne szemetes az utca. Ebben igazad van, viszont én elmondom ezt a gyereknek, és ezen keresztül... A te gyerekednek oké, de a többi gyerek... Na, akkor a világ ne járjon, de nem járjon ma te korrepetálásra, mert az fér rá jobban. Aha, tehát ilyen fejezetek vannak a könyvben, hogy társadalmi együttélés, összetartozunk, mondj egy mesét a gyerekednek, mondd el, hogy miről szól, ki mondta, kinek mondta, ne vidd az ennivalót a szobába, mozgókocsira felszállni veszélyes, nézz szét, mielőtt lelépsz a járdáról. Nagyon elemés. Választja a fotók közül, hogy mi illik, mi nem illik. Az egyiképpen például van egy kis gyerek kéz, lehet látni, hogy bíbelődik egy kicsit a radiátornak a termosztát részével. Ezzel szerintem egyébként semmi gond nincsen, mert ha fázik a gyerek, akkor csak csavarja föl, de ugyanakkor mit tudom, szemetelés, stb. Szóval számomra egy nagyon picit triviálisnak tűnő dolgokról szól ez. Hogy nem hittem? Miért nem hittem? Tessék, miért elköltöttem? Hát sátán is a gyerek, mint az apja. és fekete visére meg nem lehetett volna beiratni. Nem, szerintem van nem ezen a vonalon mozgunk. De miért nem hittem tanul akkor? Mert most üljön be egy szem buddhista. Csak kérdezem. Mert ő nem járt hittan oktatásra, tehát hogy nem járt templomba. Hát nem is akarom, hogy járjon. Ja, nem is akarod, ha, persze. Ateista, nem. Jó, szép világ ez. Nem baj, nem ateista, csak szemlélődő. Csak helyes, hát legyen szkeptikus. Keresi az utat, majd választ, aztán később. Ne válasszon 11 évesen, ha csak nincs valami családi indítatás, ezzel nincs baj. Szerintem ezzel nagyon sok baj van, Feri. Igazából ezzel az erkölcstannal, meg ezzel a hittannal. A hittannal eleve ott, hogy neked ugye nyilatkoznod kell arról szülőként, hogy melyik egyház hittanó órájára kívánod járatni a gyereket. Vagy pedig ugye erkölcstan órára kívánod járatni a gyereket. Ha te nem nyilatkozol, akkor olyan, mintha erkölcstan órára akarnád járatni. Na most én értem, hogy azért itt megpróbálják eloszlatni a kétkedést adatvédelmi aggály szempontból, de
De mégis kinek mi köze ahhoz egyébként, hogy a családon belül nekem mi a vallásom, és én milyen órára akarom járattatni a gyereket. Mm. Tehát, hogy ezt én nem innen indul, hogy ezt a dolgot nem értem. Hát most lehetőséget kapsz, hogyha te buddhista vagy, igen? Mondjuk az azért érdekes, hogy például a Kokáér a Karaslapújtőjei általános iskolában van a római katolikus, az evangélikus, a buddhista, tehát akkor minden vallásnak kellene. Na jó, de a vallási hovatartozás... Nézzétek, ott ül a Krisnás! De kérdezem, hogy a vallási hovatartozás az nem egy meglehetősen érzékeny személyes adat? Tehát, hogy nekem miért kell arról nyilatkoznom egyébként, hogy a gyereket milyen szellemben, milyen vallási hovatartozásként nevelem? Nyilatkozol róla a népszemlálásnál is. Hát az egy nagyon érzékeny adat, ráadásul, ha én oké, nyilatkozol róla, de mégis magánügy. Nekem azt fel kell fednem, ugye, aha, a gyereknél is, és én azt mondom, hogy nem tudom, buddhista, és mondjuk az iskolában nincs, akkor az iskolának kötelezőszerűen elő kell kerítenie, aha, ugye? Aha. De csak van, most beírom a gyerekről. Nem muszáj róla nyilatkozod, aha, akkor megy erkölcstanra a gyerek, akkor nem jár buddhizmus órára, meg nem jár, mit tudom én, misére, hanem akkor jár erkölcstanra. De szerintem egyébként, hogyha mondjuk, tehát olyan különbségek vannak, hogy az egyik római katolikus, a másik református, tehát ott ilyen szinten még nincsenek olyan nagy különbségek, hogy az mondjuk így szemmel látható. Meg szerintem, aki például hit alapú erkölcstanra iratja be a gyerekét, ott valószínűleg vannak már előzménye is a dolognak. Igen. Tehát, hogy a gyerek már, mit tudom én, első áldozott, járt már hittanórákra, járt templomba rendszeresen, stb. Szerintem az egy felvállalható dolog, nem olyan nagy probléma. Ott na de nyilatkozni szerintem... legalább annyira alkotmányos jogom, mint nem nyilatkozni. Hogyha én nem nyilatkozom, akkor azért nem lehet az én gyerekemet. Azért, mert én azt meg akarom tartani magánügyemnek, és van lehetőségem nem nyilatkozni erről. De megtarthatod. Megtarthatom. Nem kell. De ha én nem akarom erkölcstanórára járatni. Hát akkor a hagyományos erkölcsórára járhatod, és nem pedig a hit alapúra. De nem értitek a csapdát. Tehát én nem nyilatkozom arról, hogy milyen vallású, de közben nem akarom erkölcstanra járatni. A másik, hogy van ez, hogy valaki egyébként egy ember, mert ugye itt nincs egy egységes, elfogatott dolog, hogy most mi a hittam, vagy mi az erkölcstan. Megváltoztatnak könyveket, belenyúlnak, áthúznak, kihúznak, újabb könyvek jelennek meg. Na de hogy ez, tehát nincs egy egységes dolog, ezt valaki most leírta, és a virág, amit tanul, az egy ember által leírt valami. Érted? Hát az nem egy embernek kell leírni. Na jó, de hát azért az, hogy becsület, meg szeretet, barátság, ezekről van szó, a kommunikáció. Szerintem ez nem jó vonal. Hát... Szerintem ezt minden tantárgyon belül, az adott tantárnak és az adott tanárnak és a szülőnek ezt át kell adni az iskolán belül a gyereknek. De ezt leültetni és egy órán keresztül tanítani, ennek nem tudom, hogy van-e bármiféle értelme. Ez nem tanítós, ahogy én elnézem ezt a kis feladat. Az ilyen mesélős beszélgetés. Így van, beszélős feladatokat kapsz, például, hogy vezess naplót egy hétig, hogy nézd meg, hogy hogyan látod, hogyha visszatekintesz a dolgaidra, az ünnepekről beszélgetnek, hogy nézd meg azt, hogy ez egy osztályfőnöki órán például ez így nem jön elő szerinted egyébként. Szerintem nem. Tehát, hogy elő kellene jönni. A másik, írja valaki egyébként, teljesen jogos valahol, de nem vagyok naív, hogy 10-ből 8 család nincsen esti mesét. Én ezt tudom, csak hogy arra, hogy ezt pótolják, hogy pótoljuk, erre nem elég ez a heti egy alkalom. De legalább ilyen alapon egyébként nem a gyereket kéne beíratni erkölcstanórára, aput meg anyut. Igazatod van, csak lehet, hogyha ezt ő elolvasgatja, és mondjuk hallja az iskolában, 5. osztályban, hogy a virág azt mondja, hogy nálunk anyu szokott mesélni esténként, vagy apu, akkor lehet, hogy ő másnap úgy fog hazamenni, vagy aznap úgy fog hazamenni, hogy figyelj, anya, apa, az osztályban volt 3 olyan gyerek, aki mesét hallgat este a szülei szájából. Nem akarsz mesélni egyet? Tegnap este a Rémkoppantok című könyvet. Akkor azt meséled, de csak van otthon egy mesekönyv. Hogy szerintem meg tök jó, mert legalább egy kicsit megnyílsz, kicsit a szemedet fölnyitja ez a dolog, és abban értünk egyet szerintem, hogy ezt a szülőnek lenne kötelessége megtenni, mesélni ezekről a dolgokról, ami az útra való erkölcstan 5-ösben benne van. Hogy ezt otthonról kéne hozni. De és nem biztos, hogy tudja pótolni az iskola, de ha már legalább 3 mondatot beszélnek róla, és a gyerek majd otthon megkérdezi a szüleit, akkor szerintem nem járunk rossz nyomon. Igen, de ugyanakkor például nem fura szeretet, hogy 5. korban kezdik el, 5. osztályban kezdik el ezt a dolgot tanítani, miközben szerintem az alapokat már az óvodában le kell tudni rakni, vagy már az első néhány évben. Tehát, hogy szerintem pont mondjuk 5. kellene ennek a dolognak kifutnia. Igen, de hogy itt nem értitek a lényeget szerintem, hogy itt az erkölcstanban sem az a lényeg, hogy tanítják, hanem valaki
aki központosan, államilag azt mondja, hogy ez tartozik az elkölcs kategóriájába, ezt kell tanítani. De hogy ez egy sokkal érzékenyebb, formálhatóbb, egyénre szabottabb valami, mint hogy valaki leírja ezt egy könyvbe, én és azt mondjuk, értem, hogy ez az erkölcstan, akkor már pedig ki dönt erről, mi dönt erről, miért ő dönt erről, az ő erkölcse szerint, az ő döntése szerint, az ő tudománya, tanulmányai szerint. Tehát a történelem, a matematika valamennyire egy exakt dolog. A múltból él, tudjuk, hogy mi történt, ezt akarjuk átadni, megtanulni a gyerekeknek, máshogy tanítják a történelmet. Romániában, Magyarországon, Szlovákiában mindenki a saját igazságérzete szerint, de mégis valamennyire exakt. De ez, hogy van egy ilyen államilag elfogadott valami, amiről valakik úgy döntöttek, hogy ez ma Magyarországon az erkölcs, és ez szerint tanítsuk és neveljük a gyermeket, ez szerintem nem jó. Én ezt értem, hogy azt mondod, hogy valamilyen szinten elkezdik egy irányba terelgetni a gyerekeket, meg valamilyen szintű ilyen agymosás következik ide, de én a felsőbb osztályosokról nem tudok nyilatkozni, de ebben a könyvben, az ötödikesben azért ilyen nagyon nagy általánosságban beszélnek. Igen, hogy a dolgokról. Tehát, hogy itt nincsen azért arról szó, hogy most akkor egy irányba terelik őket, mint a birkákat, és akkor majd az lesz a jó, amit valahol valaki állított, hogy na ez a jó, és csak ez az elfogadható, és csak ez a jó. Igen, csak ez valahogy fura, hogy egy ilyen központilag elfogadott tananyagot próbálnak erkölcstan nevén átadni. Tehát a tanárnak az ő életével, az ő meggyőződéseivel, a saját óráin keresztül kell tudni ezt szemléltetni, és 4-8 éven keresztül átadni a gyereknek. Érted? Szóval, hogy nem tudom, hogy ezzel ártasz-e inkább, vagy használsz. Azt se tudom, hogy milyen könyv. Nyilván Benni odaér, én is a kezébe fogom, vagy a kezembe veszem majd a könyvét, és elolvasom. Fura maga a dolog, hogy központosítani és államilag irányítani akarunk valamit, amit viszont így nem lehet. Szerintem a matek tanár tanítson matekot, ne ő tanítsa az erkölcsöt, viselkedjen erkölcsösen, abban igazod. De minden tantárgyon keresztül át tudsz adni valamit. A matek tanár is tud kettőt kiszólni a diáknak, amikor arról beszél, hogy mit csináltak hétvégén. A matek tanár is közben tud beszélgetni a diákokkal, tehát azért itt nem arról van szó, hogy most leadja a matekot és eljön. Hát azért a tanítás és a tananyag átadása nem csak erről szól, szerintem. Tehát nem? Gyakorlatilag a te viselkedéseddel, a mentalitásoddal, a morális érzékenységeddel. Ezzel maximálisan tanítasz valamit. Amit a diáknak, tehát nem? Gyakorlatilag a pedagógus, a tanító, a tanárnő, a tanár az hétfőtől péntekig folyamatosan erkölcsre is tanítja azt a gyereket, mert hogy amíg benn van a gyerek az iskolában, akkor terelget, nem csak a tananyaggal foglalkoznak, hanem ugye megmondja neki, hogy mit illik, mit nem illik, mit szabad, mit nem szabad, mit hogy kellene csinálni. Tehát gyakorlatilag egy erkölcs tan óráról vagy hétről beszélünk, meg hónapról, meg évről folyamatosan. Tehát ennek külön szentelni hetente egy órát szerintem felesleges. Jobb lenne, hogyha egy kicsit a matekkal foglalkoznának többet. Most ezt komolyan gondolom. Uh-huh. Tehát, hogy egy picit olyan felesleges. Megy a matek virágnak? Örülök, hogy leesettünk. Én most, ha lehetne választani a hittan és az erkölcstan között, akkor én a sokkal kiszámíthatóbb és sokkal egyértelműbb hittant választanám egyébként. De oda meg nem... Félelmeim és aggályaim vannak, hogy miért kell nekem arról nyilatkozni, hogy egyébként a családban milyen vallások vagyunk, és a gyereket miért akarom. Ha nem nyilatkozom, akkor viszont erkölcstanra megy. De akkor már inkább... Mert azért az egy letisztultabb, kiforrottabb valamilyen eszmerendszer maga a hittan, azért tudjuk, hogy minek a mentén. Míg az erkölcstan egy most alakuló, ilyen-olyan könyveket előkészítő, átgyúró, ebből ezt mit olvasok? Kivették az erkölcsöt, beletették, átírták a könyvet, nem jól szemléltették, átírták, átszabták, átszerkesztették. De azt nem azért tananyag részeként tegyék, mert én tisztelem, becsülöm őket, és abszolút elfogadom, mert nagyon toleráns ember vagyok, hogy valaki hívő ember, és ebben a szellemiségben neveli a gyerekét, de ott vannak azok, akik viszont nem hívők, akkor a hittanóra, vagy a hitalapú erkölcstan oktatás, az legyen iskolaidőn kívül választható dolog azok számára, akik hívők. Szúr, vagy hívelő. Megszívattam volna az iskát, és beírtam volna, hamis. Hogy nem tessék? Hamis. Igen, oldjátok meg. Gyerekek. Igaz, hogy a gyerekemet magányosan tettem volna, mert ott ült volna egyedül az órán, de az iskolának elvileg kötelessége megoldani. Azt nem tudom, hogy kisebb közösségek ezt hogy fogják tudni. Én az egyetlen mormon. Jó, tessék, a gyerek mormon. Na, akkor ezt most oldjátok meg, hogy akkor szerezzetek. Nem tudnak szerezni nyilván, tehát, hogy... Nem tudom, ez nem feltétlen jó dolog. Én lapozgattam, ilyen nagyon nagy alapvetéseket tartalmaz, amit egyébként a szülőnek kéne átadni a gyereknek, de mint tudjuk, a világ pont az előző órában állapítottuk meg, hogy a velejéig romlott, és a szülők ezt nem teszik meg. És abban meg nektek van igazatok, hogy kicsit később. Az a bajom. Igen, egy picit, hogy nesze semmi. Több bajom is van ezzel. Egyrészt az, hogyha van erkölcstan, akkor egy csomó tanár azt mondja, hogy ezt majd az erkölcs órán, vagy ezt majd az erkölcstanónál elmondják neki, és elveszt egy csomó fontos információt. Kettő, ha van egy erkölcstan órád, akkor az adott tanár személyiségén keresztül jön át.
És ha az adott tanár az elkölcstanórán azt mondja neked, vagy a te gyerekednek, hogyha bajban vagy, nem bűn lopni, akkor az a gyerek azt veszi mindenkori alapigazságnak, mert azt hallotta az erkölcstanórán a tanártól. Tehát itt van a baj, hogy központosítunk egy olyan dolgot, amit nem szabadna. A gyerek vegye el a gyerek vegye el a tanártól, vegye el a szülőtől, vegye el a nagyszülőtől, hallgassa meg a tanárait, és abból tegye össze a valódi igazságérzetét és az én képét és a világképét. De te vállalod a felelősséget, hogy 4 éven keresztül tanítasz valakit erkölcstanta egy tanáron keresztül, és az ő igazsága jön át a te gyerekedre? Nem biztos, ha te kiderülne a te erkölcstanárodról. És most nem azt mondom azt a baromságot, ami volt, hogy aki erkölcstan tanít, az ne szexeljen meg. Nem erről beszélek, az is baromság volt. Hogy most kik taníthatnak erkölcstan. Csak azt mondom, hogy a saját igazságán, a saját világnézetén, a saját igazságérzetén, morális eszköztárán keresztül jön át az, amit a te gyereked tanul. Honnan tudod, hogy az annyira jó? Honnan tudod, hogy nem mond olyanokat a gyerekednek, ami viszont te nem úgy gondolod? Jó, hát vagy nem úgy akarod a gyereket nevelni. Tessék? Ezzel az erővel ez az összes pedagógusra igaz. Tehát akkor igen, csak ha te ezt központosítod, és ebből tantárgyat... Ha a matek tanárodon látod, hogy részegen jött be. Hát igen, csak igen, érted? Persze, csak eddig ugye több tanárból tetted össze, itt viszont valaki exakt módon kimond neked valamit, és most nem arra gondolok, hogy ölni nem bűn, vagy ilyen nagyobb horderejű dolgokat, de picit ő lazábban, picit máshogy, picit úgy látja a világot, aha, és közben elkölcsönt oktat, amit te nem akarsz. Tehát szerintem ennek sok veszélye van. Nem biztos, hogy ez jó, feltétlen. Figyelj, én a könyvből tudok kiindulni, de legközelebb, ha a virág megengedi, bemegyek vele az erkölcstanórára, és letesztelem a tanárát, hogy milyen, de én a könyvben azt látom, hogy olyan alapvetéseket próbál meg átadni, ráadásul így gyorsan átfutva egyébként jó formában, ami tényleg kellene, aha, hogy ez megtörténjen. De neked meg ebben igazad van, hogy az a pedagóguson nagyon sok múlik. Bizony, szerintem nagyon, rengeteg, szerintem nagyon sok múlik. Hatalmas felelősség van ebben a dolog. Én például ismerek olyan tanárbácsit, aki bement az első órára, és jelezte, hogy nem ismer olyan szint, hogy lila, mert szint csak egy van, a zöld. Hajde, radika! Tehát, hogy azért értem. Na most gondold el! Na most gondold el! Ez bármilyen órán kiveri a biztosítékot, gyerekek, tehát rajzol, ha rajztanár lenne. De hogy ő ezt komolyan gondolja. Tehát, hogy nem viccnek szánta. Nem bolondozott, nem szórakozott. A rajztanár megy be így, hogy nálunk csak zöld almát lehet festeni. Így van. Az ugyanúgy rossz, mintha meghallgatjuk. Nem alma, mocskos kis pest, csak zöld alma. Mocskos, lila. Szóval, hogy ő érte. Ez egy érdekes dolog. Jó, meghallgatjuk. Jatott a lábadon, beütöttem. Üssi még rajta, hogy zöld üljön, mert most sárga. Jó, meghallgatjuk tanárok, illetve szülők véleményét, nyilván ki mit mond erről. Egy csomó mindenkinek van már tapasztalata, becsöngettek, zajlik az oktatás, zajlik az erkölcstan, zajlik a hittan. Jelentkezzenek azon szülők, akik ilyen-olyan formában már találkoztak ezzel, azok is, akik elégedettek, vagy éppen akik nem. SMS számunk 06-70-645-0000. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3-4-9 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani behozta az erkölcstan könyvet, és arról beszélgetünk, hogy jó, nem jó, mi van benne, értelme van-e, nincs értelme, jó, ha ezt tanulja a gyerek, miért pont ezt tanulja, ki mire iratja, vagy ki mire iratná majd a gyermekét, és erről beszélgettünk. Sok SMS van egyébként a témában, rengeteg szülő, rengeteg tanár is nyilatkozik. Köszi Feri, veled értek egyet, ma igenis szükség van az erkölcstanra, a média javarészt erkölcstelenségre ösztönöz, nem kell messzire nézni, lásd Balázs Show. Na. Hihetetlen, hogy én már elő akartam húzni ezt a kártyát. Hihetetlen, hogy erősén tettek. Nagyon jó. Mi van ma reggel? Nálad naphallgatója. Lásd Balázs. Ugye? Igen, még a végén odajöködünk, hogy miattam a erkölcstanóra egyébként, igen. Lásd Balázs Show és Metal. Balázs, Jani. Ti vagytok a hímás. Na, azt mondja, hogy még gyorsan egy-két SMS, a lányom első osztályos, neki is van erkölcstan. Múltkor elmesélte, mi a barát és az ismerős között a különbség. Erről beszélgettek erkölcstan, hogy rajzolnak, mindig könyv nincs, de a dolog jó. Szép napot nektek, írja Betty. Szerintem vannak általánosan elfogadott emberi normák, és ha nem kapja meg otthon a gyerek, akkor az nagyon nagy baj. Legalább az iskola tanítsa, Feri, veled egyet, értek egyet, erre szükség van. Úgy kígyóson, a nagynéném tanítja az erkölcstant, annó Feri téged is tanított, Erzsike, Deáki Erzsike. Isten, nem föld, a legtündérim nő. Szerelmesek voltunk. Na most nem kell nyalni neki, már nem. Így van, már megvan a csillagos ötös. Nem figyeltél, oda becsúszott egy ötös alá, mi?
Drámajátékok vannak, nagyon komolyan veszik a gyerekek, imádják, ők kivétel. És itt van egy hallgatónk is, halló, jó reggelt, Nóra, hello. Sziasztok. Hello, Nóra, te tanítod? Igen, én tanítom. Akkor neked el kellett... Elsőbe, ötödikbe és nyolcadikba. Oké, okay, csak akkor neked el kellett végezni egy erkölcstan tanfolyamot, mert ha jól tudom, akkor minden nem, talán... Nem, én mesterképzést végeztem. 60 órás volt, vagy mennyi? Nem. Én mesterképzést végeztem, tehát én nem 60 órás etikatanár vagyok, hanem én a szapiencián elvégeztem a mesterképzést. Az oké, okay, de jól tudom, hogy aki erkölcstan tanítanak, részt kellett venni egy 60 órás ilyen etika képzésen? Igen. Érted már? Tehát ez is fura, hogy 60 órás gyors talpaló etika képzés után megy erkölcstan tanítani. Tehát ezt se értem. Na, de akkor te nyilván mellette vagy. Hát abszolút. Elsőbe, ötödikbe indult el most. Idén felmenőrendszerbe megy. És hát mi nem használunk tankönyvet, nekem természetesen, vagy nálam van egy, az alapján haladunk. Eleve nem úgy ülünk a tanterembe, hogy velem szembe ülnek a gyerekek, hanem átrendezzük a termet. Drámajátékok vannak, problémafelvetés, nincs jó vagy rossz megoldás, mondja el a gyerek a véleményét, halljon minél több véleményt, közben tanulja megtisztelni a másik véleményét is, és szituációs gyakorlatok, és imádják. Tehát alapjában véve annak ellenére, hogy te ezt megcsináltad mesterképzésen, rád van bízva az, hogy te mit csinálsz? Hát van egy vezérfonal, és azt én úgy öltöztetem föl, hogy mindenféleképpen tanuljon belőle a gyerek, és ami nagyon fontos, hogy érezze jól magát. De akkor a te kreativitásodra van bízva az, hogy hogy adod át a tananyagot? Hát ez egyébként minden tantárgyban igen, van, tehát így van. Fizika órán is meg jó, lehet aztán azért egy kísérletet mutatni. De mondjuk mutatni. Én a legelső alkalommal megkérem, tehát azon kívül, hogy ugye az első 10 perc alatt minden gyerek nevét megtanulom, megkérem, hogy írja le, persze nem az elsős, hanem a nagyobbak, a kedvenc zenéjét, könyvét, filmét, mert hogy én azokra vissza fogok utalni a későbbiekben. Tehát én ebből is dolgozom. Ha az önkéntességről szó van, akkor ott, ahol nagyon sok a tini lány, akkor ott biztos, hogy egy One Direction klipet, ami a Red Noise-ról szól, azt be fogom venni, be is vettem. Hogy közelebb kerüljen hozzájuk. Van, aki csekkol benneteket? Tehát van az erkölcstanárnak egy felettese, aki ellenőrzi, hogy ki, hol és mit tanít? Mint mondjuk egy matematika tanárnak? Vagy egy... Igen, óralátogatás is természetesen van. Úgyhogy... Aha. És jó érzés volt, amikor azt mondta a kolléganő, hogy hú, sokat tanultam tőled, és látszik, hogy a gyerekek nagyon szeretik. És olyan... Tehát a legvisszahúzódóbb gyerek is megnyilvánul, elmondja a véleményét, mert tudja, hogy nincs tétje, nincs egyes, nincs ötös. Itt megfelelt, jól megfelelt, nálam általában mindenki jól megfelelt. De nem minden esetben ilyen mesterképzésen részt vett pedagógusok tanítják az erkölcstant, ugye? Ez így van. Na hát itt a különbség szerintem. De mindenkinek el kellett végezni, azt hiszem, egy 60 órás ilyen tanfolyam volt, tehát csak az tarthat. Jól mondom, javíts ki, ha nem. Aki az alsó tagozatban a tanítónénik is taníthatják. Igen, csak mégsem ugyanaz a hozzáállás, meg ugyanaz a tudásszint. Tehát amikor csak sorvezetőnek használod ezt a tankönyvet, és mellette vannak például ilyen szituációs játékok, meg kvázi ilyen drámatagazatosként a gyerekek sok dologgal foglalkoznak, és úgy vezeted rá őket ugyanazokra az igazságokra, ugyanazokra az örökérvényű dolgokra, amiket el kell sajátítani ők ahhoz, hogy kerek egész emberek legyen, az teljesen más, mint amikor mondjuk a tankönyvhez ragaszkodva, mondjuk így hiába futunk el egy probléma elől, az újra megtalál bennünket, tudtad? Jellegű kérdéseket teszel fel a gyereknek, mert na, ez egy picit ilyen, hogy mondjam, szóval egy kicsit ilyen híg. Nagyon nehezen megfogható, igen. Jó, köszönjük, hogy elmondtad ezeket, ez így izgalmas, amit mondasz, meg ez jól hangzik. Sokkal izgalmasabb, mint így a tankönyv alapján. Igen. Köszönjük, Nóra! Szívesen, sziasztok! Köszi, hello! Mert olyasmi, hogy például az ember nyilván nem tud vitatkozni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk a gyereknél tisztába teszed azt, hogy a fogyatékosság nem betegség, olyan állapot, amikor egy emberi képességei nagyon eltérnek a többiekétől, például testi vagy érzékszerű fogyatékos. Ez például igen. Ez egy tök jó dolog, hát, de ez tiszta dolog, de nem sokan mondják el, tehát nem mindig mondják el otthon. Egy csomó embernek nem sőt, tiszta, azért nem mersz oda menni egy látássérülthöz, hogy átkísér. Nem arra mondom, hogy tiszta, hanem arra mondom, hogy amit ez jelent önmagában. Azt igen, csak aztán, ezt nem a szülők át. Nem adják át, az igen, az már más. Igen. Na jó,
És most mi, de te ezt olvasgatod a buszon, vagy majd ez miért van nálad? Csak úgy belett, van még hova fejlődnöd, vagy hát, miért? Hogy mi az, ami elveszti az időt a matek korában. Kicsit rajta vagy ezen a matekon, csak nem értem, miért van nálad, azért kérdezem. Én látom, hogy a gyerek irgalmatlan sokat tanul most már, és sokszor nem boldogul a tananyaggal, mert egyszerűen nincsen rá elég ideje. Azt is látom, hogy milyen tempót diktálnak nekik. És picit azt érzem, hogy a fontosabb, most fontosabb dolgoknak a rovására megy például ez is. Tehát, hogy csak egy példa, most nekik végéig, mondjuk az Árpádház kihalásaig el kell jutniuk a történelemből ötödikesen. Tehát, ez férfiág a kihalás? Igen? Hát az egész, igen. Az 1301, igen. Az kemény. Hányadikos? Ötödikes. Ötödikes, és már ott tartanak? Már a 14. századot veszik? Irgalmatlan mókuskerék. Jó Isten. Lépésekkel mennek. Az kemény. És ez csak egy tantárgy. Tehát, hogy azért... Basszus, hiányzik az egy óra máshonnan. Hát tessék leülni miközben... vele, tanulni, segíteni neki. Nem mindenféle horrorfilmnek kell mulatni az időt. Azt 22 óra után tesszük, amikor már alszik a gyerek. És hogy a lányomnak mennyire van szükség, ezt nagyon büszkén meg kell osztanom ezt az SMS-t. Ezt írta, egy kicsit korábban hallgatott minket, küldött nekünk egy SMS-t, illetve pontosabban nekem. Szia, apa, ha hazajössz... Ne mondj csúnyát! Ezt küldte? Ezt küldte. Nem mondtam, de volt egy ilyen csúnyaszat, azért mondtam. Azt hiszem azt, hogy kaki. Csak. Igazad van, virág, én rá is ütöttem apád szájára. Így van. Na például nálatok a kaki csúnyaszó? Nem, azt mert nálunk a kaki nem csúnyaszó. Azt mondtam, hogy szar. És ez viszont csúnya nálunk. Hát az viszont nálunk is. Na jó. Oké, megnézzük, hogy ki a hármas ugrás játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Edith vagyok. Hello, Edith. Edith, nálatok van gyerek? Van, igen, kettő is. Ó, az egyik éppen ötödikes. Na, hát akkor te is érintett vagy. Igen, nálunk is etika óra van, de én megmondom őszintén, ezt a heti egy órát teljesen feleslegesnek tartom. De miért? Mert úgy gondolom, hogy ugye szokták mondani, hogy egy gyereknek 6-7 éves koráig már belég a személyiségébe, hogy milyen felnőtt lesz. Utána ugyan lehet még kicsit igazítani, kicsit terelgetni, de ennek az alapja az óvoda, én úgy gondolom. Így van, anyuka, keblemre. Ugyanazt hát, mondjuk. Igen, csak hát, ha az előbb is, én ezt mondtam a beszélgetés elején is, hogy annyira rosszul állunk ebből a témából. Mert, de ez csepp a tengerben. De igazatok van, hogy a szülőnek kéne átadni. Neked is igazad van, hogy ez iskoláig. De ha ott két gyereket esetleg valamire még meg tudsz tanítani, akkor talán csak jó, nem? Igen, csak ez a ritka, és úgy gondolom, hogy a gyerek nem abból a heti egy órából, amit ott elmondanak, abból fog tanulni, hanem azt, amit lát. Mondjuk mondja a tanár, hogy ne ígyatok, vagy ne rúgjatok be. Hagyjátok meg nekem. Felborul biciklivel, szerintem úgyis azt fogja a gyerek megtanulni, amit lát, amit a környezet átad neki, nem a heti egy óra. Ez is igaz. Na jó, játsszunk egyet, jó? Jó. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Na, most az elsőt kivéve tényleg. Hétfők egyszer, így van, most a második az mindenhol egyébként egy kicsit már nehezebb lesz, mint amit eddig megszoktunk, mert hogy van internet, és nagyon sokan azért valljuk be őszintén gyorsan bepegyegik, nyomnak egy entert, és már tudják is. Oké, itt szól az első kérdés dedikált egér alátétért. Mi történik a néphagyomány szerint, ha beütjük a könyökünket? Váratlan vendég érkezik. Nagyon jó. Mehetünk tovább? Igen. Én megállnék. Én is. Így szól a második kérdés dedikált. Ami van. Ami van ért. Hány oszlop tartja a Magyar Nemzeti Múzeum főhomlokzatát? 8. Így van. Figyelj, nagyon jól meg. Ez kemény. Szinte már mindenki látta, de azért sokan ezzel a ténnyel nincsenek tisztában, de nagyon jól toltad. Ügyi vagy. Köszi. Mehetünk? Igen, jöhet. Így szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű labdarúgó klub játékosait nevezik bőrnadrágosoknak? Fú, fociban nagyon nem vagyok otthon. Hát gondolkoz egy kicsit. Hát sem. Valami német csapat lehet? Uh-huh. Hamburg? Nem. Nem. Ez a Bayern München lett München. Volna. Ja, oké. Foci nem az én területem. Hát miért nem álltál meg? Hát nem, nem tudtam, hogy focis kérdésem, persze. Oké, Edith, bum az egyet, jó? Mennek az ajándékcsomagok, tiki, taki, lőj egy nagyot. Bum! Ez egy ilyen hitehagyó. Ebben te se hittél, igen. Nem. Nem baj. Nem ad a szemét. Ráadásul egy kocsmát találtál. Igen. Edith, köszi. Én is köszönöm. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Azért van nála, mert te kérted, vazze, írja valaki már.
Mondtam múlt, a múlt héten, hogy egyszer majd hoz már be az erkölcs tankönyvet, hogy beszéljünk róla, és elfelejtettem, de te nem is biztos, hogy ezért hoztad be. És most megkérdezem, hogy egyébként miért van. De hogy értem. Az Istenért van nálad az a könyv. Azért, mert te kérted, hogy egyszer hozzá. 3 perc van pontosan, 9 óra, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 9 óra múlt pontosan, 10 perccel jó reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Egy csomó minden változik Budapesten, újra 3 sávban lehet haladni, 6:30 között. Pest felé, ez az Árpád híd, és ugyanebben az időszakban a balra kanyarodás a Vörösvári útról a Szentendrei útra szünetel, hogy gyorsabban lehessen haladni, és néhány busz nem áll meg a Margit-szigeti lejárónál. Tehát dolgozik rajta a BKK is, hogy azért a nagy dugókat elhárítsák. Van egy-két jó kezdeményezés, nem? És alakul le. És dolgoztak vasárnap is az egyes villamos vonalán itt-ott. Igen, hát igen. A meló. Várpalota 8-as út, Veszprémi kivezető, Székesfehérvár, Újcsori út, Trafi, ezt Rajmi küzelte nekünk, és a 104-es kilométernél az M3-ason szintén van egy Trafi, valamint az M3-as autópályán Miskolcról Budapest irányában haladva garád módon harácsolnak a rendőrei, a 140-es szelvénynél rögtön a benzinkút végén a kihajtósában állnak, láthatatlan. Megúsztam a matrica vétel miatt. Ezt Laló küldte nekünk Kazincbarcikáról. 11. kerület Hunyadi Budafoki útlépésben halad a Rákóczi híd felé. Leszi, üzeni és M3-as 143-as kilométer Selkút. Igen, ez amiről az előbb beszéltem. Ott is van egy Trafi. Igen, Főzes Abony előtt. Balatonbogláron a 7-es úton a körforgalomban motorost gázoltak, elterelnek, de nincs torlódást. Ezt pedig Bundi üzente nekünk. Köszönjük szépen. Olvastátok az októberi időjárás előjelzéseket? Nem, mit írnak, jót? Hogy egész októberben úgy néz ki, hogy ilyen 20 fok lesz? Állítólag most nem tudom, ki az a bátor, aki 8-án vagy 7-én megmondja egész októbert. De hogy állítólag marad ez a 15-20 fok, és hogy szép indián nyarunk lesz egész októberben. Az nagyon jó, mert akkor szép derült lesz az idő, kék lesz az ég, és akkor látjuk mindig a chemtrail csíkokat. Jó. Egyrészt. Jaj, a gyerekek, tényleg chemtrail csíkok. Hát komolyan mondom, Jani, te annyi, ne haragudj. Ja, nem azért mondtam. Basszus, te hülye vagyok tényleg. Mindegy. Akartalmalag, gondoltam rá, hogy... Nem, mindjárt jönnek a norvégződek. Nem ez az a téma, amiről beszélni akartál. Nem ezek a droidok, amiket keresünk. Gondoltam rá, hogy hétvégén fölhívlak benneteket egyébként. És mit ír az időjárás jelentés? Nem baj. Még október? Hogy nagyon sok csík lesz az égen. Ja, csík lesz. Nem, csak gondoltam rá, mert volt megint egy-két furaság, amit láttam, és gondoltam, hogy most fölhívlak benneteket, hogy nézzetek ki, de rájöttem, hogy nem. Jól tetted, hogy nem csörögtünk. Egyrészt megköszönjük. Ja, éljetek csak így ebben a tudatlan, sötét, középkori látásmóddal, amitek van. Egyébként nem, azt akartam mondani, hogy a vágó kért tőlem ilyen linkeket. Mr. Skeptikus? És átküldöm neki majd. Csak mi el vagyok vele maradva, azokat a linkeket, amiket én ugye kigyűjtöttem, vagy ahonnan kigyűjtöttem az infókat, amikor beszéltem a chemtrailről, ezeket még nem küldtem el neki. Már nem tudnám úgysem meggyőzni, de dolgozom. Nem lehet. Dolgozom rajta, hogy egy kicsit megdolgozzam a tudatát. Átküldöm neki ingyeben. Kíváncsi lennék egy face-to-face beszélgetésre ebben a témában. Ez tök jó lenne, hogy lenne egy olyan kerekasztal beszélgetés, amit én celebrálnék. Te mint a kerekasztal beszélgetés atya. És ott lennél te, illetve ott lenne Vágó úr. Hát figyelj, szerintem nem kell ezt külső helyszínen csinálni, ott az üres szék előtte a mikrofonnal. Hívjuk meg ide. Szerintem mondjuk nem rossz ötlet, de ha már meghívjuk valahol, akkor nem hívjuk meg. Ja! Érted, ugye? Ja! Most vasárnap indul az új műsor. Hívjátok meg oda. Egy nagy szkeptikus összecsapás. Az meg az azért jó, mert ott megtudja, a Balázs tud mutogatni chemtrail-es képeket, amin a vágó sírva fog röhögni, mert ő viszont egy okos ember, érted, és tudja. Velem ellentétben, igen, kösz. Na azért örülnék nagyon egy ilyen beszélgetésnek, mert akkor én egy picit így hátra dőlhetnék, így kitolhatnám magamat így a képből, kicsit pízhetnék, picit szuszizhatnék, belenézhetnék a jegyzeteimbe, készülhetnék a következő megszólalásra, mert abban a pillanatban, hogy mondjuk Balázs megszólal, rögtön jön az érvre egy ellenérv, aztán az ellenérvre még egy ellenérv, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag a 6-8-10 percemből még nem a rendező már integet, hogy jaj, elég jó, köszönjük! Megvagyunk! Köszönjük meg a vendégnek! Ő bemenne oda? Vajon? Hát... Egy ilyen szembesítőség. Figyelj, utoljára a dolog az, hogy mindig valószínűleg haragszik ránk. Aha. Tehát, hogy hát azóta én nem találkoztam velem, mióta János! Parancsolj!
Én megbántotta, nem én. De nem bántottam meg, már ezerszer elmondtam, hogy nem bántottam meg, nem róla beszéltem, teljesen egyértelműen. Azért hívtam Istvánnak akkora Balást, mert hogy annak voltunk öltözve, de hogy én is Istvánnak voltam öltözve, nem neki szólt, persze, hanem annak a rohadt kölcsönzői ruhának. Így van, és egyébként ezt már nem egyszer próbáltuk meg vele tisztázni. Egyáltalán nem bánt, hogy ott álltunk ugye a Kalandra Fal című műsorban Vágó Istvánnak öltözve, mind a ketten körszakába szemüvegben, és te azt mondtad, hogy kimossuk a ruhánkból a naftalin szagot. Nem, tehát... azt mondtam, hogy kicsit naftalin szagod van István. Ezt mondta. De mivel azt játszott a szerepe szerint... Én hiszem neked, János. Jó. Tehát, hogy amikor például mondjuk... Ez kicsit sem... semmi. Fia, amikor mondjuk Two-Face találkozik Batmannel, akkor azt mondja neki, hogy figyelj, Christian, mert hogy ő egyébként Christian Bale, azt mondja neki, hogy Batman. Mi a szerepünk szerint akkor mind a ketten Vágó Istvánok voltunk. Azért hívtam Istvánnak, mert ezt játszottuk éppen el. Az egy szerep volt. Aha. Minél többet magyarázkod, annál mélyebb a gödör, amiben mondjuk vagyunk. Mondjuk te se segítettél. Az a baj, hogy én ott vagyok veled ebben a gödörben, mert abban a műsorban ketten voltunk. De értem, hogy segítesz, mert ahogy én másznék ki a gödörből, te elkapod a lábam és visszaállsz. Ne hagyj itt! Nem lehet, hogy te kimász engem, meg itt hagy. Figyelj, szerintem a Vágó az, hogy fölvette a fonalat már így, hogy e-mailt ír neked, meg azon keresztül leveleztek, szerintem elfogadja a meghívást. Figyelj, vegyünk neki egy konkrét ajánlatot. Pista. Nem vagyok szerepben, hívjál János. Nem, hívjuk meg az Istent vasárnapra hozzá. Szerintem nem jön el. Tessék? Nem tudom, hogy eljön-e. Hát biztos, egyáltalán kérdés, hogy az etikett szerint lehet-e ilyet csinálni, és nem lesz újra jogalap arra, hogy most kicsit megharagudja ránk, hogy nem személyesen tettük meg az invitálást, hanem egy ország füle halottára hívjuk meg a vasárnap esti műsorunkba. És teszünk neki egy gesztust, azt, hogy gyere el, kedves István, és beszéljük meg. Hát csak a csíkokat az égen. Igen. De ha nem akarsz erről beszélni, az sem. Valahogy csak itt tudok engedni. Én akarok róla, nekem annyit megér, hogy majd mit tudom, viszek be viaszos füldugot, és akkor azt a részét nem hallgatom végig, de nekem annyit megér, hogy kibéküljünk vele. Én meg akkor teszek be viaszos füldugot, amikor te magyarázkodsz a naftalin szagú folyónod mellett, és így berakom a füldugom, és azt mondom, ez az itt mellettem helyet foglaló úriember, ő akarja ezt megmagyarázni, János, István, parancsoljatok. De addig megyek, iszom valamit. Figyelj, szerintem jobb lehetőség nincsen arra, mint egy várhatóan több mint 2 millió nézős műsor. Finoman szerény vagy, igen. Kettő fél, valami ilyesmi, hogy nem azért nagyon. Így van, hát most érted, hagyjuk most a caprót. De hogy szerintem ez lenne az oké. Elhívni oda, én nagyon örülünk neki, hogy végre ezt a dolgot tisztáznak. Hívjátok meg, figyelj, jó beszélgetés lenne. Vágó versus Jani Chemtrail Balázs, tehát így ez lenne az összecsapás. Hát szerintem ti vitatkoznátok alapvetően, mert ugye a Jani azért egy kicsit szkeptikus ebben a sztoriban, ő lehet, hogy a Vágó mellé tudná állni. Mert nem néztetek föl vasárnap az égre, azért. De fölnéztünk többször is. Bocsánat, tegnap jöttünk haza valahonnan, nem mondhatjuk, hogy honnan. Na, egy valahonnan. Valahonnan, de együtt ültünk a Janival a kocsiban. És mondtam, hogy ott volt a Viki is, sőt, és a Viki szólt, hogy Jani, nézz föl. Uh-huh. Jani nagyon engedelmes ember, fölnézett. Megnézte, kártított a feje fölött, hogy és akkor jól láttam, tényleg van valami az orrban. Hihetetlen, hogy megint megnőttek az orrszőreid, Jani. Voltak olyan csíkok, amik mellett a kondens csíkok egyébként eltűntek, de azok a csíkok nem? Ja, egészen sokáig? Hát tulajdonképpen nem voltak. De voltak. Ugye? Hogy elgondolkodtatásra akadók? Na jó, de akkor tegyük meg a meghívást. Kedves István, ha hallasz minket, de szerintem nem hallgat minket. De valaki vagy ha valaki hall minket az ő közelében. Így van, a szkepticizmus keresztes lovagjai közül valaki most hallja azt, amit mondok, az adját Istvánnak. Hogy akkor meghívnánk őt vasárnapra. Élő a műsor. Nem lehet manipulálni a beszélgetést. Nem arról szól, hogy majd eljön, mi kivágjuk és betesszük azt, amikor mi, de amikor ő, azt viszont nem. Uh-huh. És ott mindent tisztázhatunk. Tök jó lenne. Pista. Gyere el. Jó, akkor... Ja, én nem pistáztatom. De nem! Én dolgoztam vele együtt. Pista bácsi. Most megint kezdjél el alásni, hogy Pista bácsi. Vágó, higgy el. Én nagyon szívesen találkoznék önnel, és nagyon szeretném, hogy ezt a dolgot így helyre tennék, hogyha ha önnek sokat jelent az, vagy jelent bármit is az én elnézéskérésem, vagy bocsánatkérésem. Nem semmit. Kérem, jöjjön el. Hasonló ívású emberek vagyunk. Én is szeretem a kvízműsorokat. Én is spórolós hírben állok. Kérem, jöjjön el. Beszélgessük. Azt akarod mondani, hogy a Vágó spórolós? Nem, ebben a hírben áll, majd rácáfol. Jó. Ha nem így van. Ha eljön, örülünk neki. Jó? És a kedves István megszólítást tudom ajánlani. Ja.
Igen. Kedves István. Mi lesz ebből, ő nem hallgatja az adást, az lesz, hogy a két rohadék megint beszélt rólad István, és a kicsi azt mondta, hogy spúr vagy. A jó, hát ezt már megszokhatok egyébként. Ja, és a kicsi megint beszólt neked, azt mondta, rohadt spúr vagy. De nyugtasson meg a tudat, azt mondta, hogy ő is spúr. A kicsi is azt mondta, hogy spúr, a nagyfejű meg ott közben alád rakott. A bulvárlapok azok azt írnak, amit akarnak, és a legutóbbi bulvárlapos interjú adásom a következő volt. Ez volt az utolsó egyébként annak a lapnak. A Balázs mondta nekik, hogy ne röviden, nem nyilatkozok nektek. Ennyi volt Balázs. Jó, odament, elintézte fél percet. Negyed órát beszélgettem a Sajjal. Negyed órát. Utána pedig mi történt? Másnap megjelent a lap. Egy interjú Balázssal. Egy szót nem szólt. És ott volt az ő szárnysegédje. Így van. Mondtam nekik, hogy végre megint az lesz, hogy ott állunk majd egymás mellett, és akkor 50-50 alapon vezetünk egy műsor, tök jó lesz. Műsorvezetőtársak leszünk megint, és nem az lesz, hogy akkor Balázsnak a szárnysegédje megint ott van. Erre mit ír meg a csaj? És természetesen ott lesz Balázs szánsegédje is. De az a baj, hogy nem tudod még, hogy a bulvárnak hogy kell. Tehát, hogy nem, ha te tagadással teszel valamit a szájukba, ők állításként megírják. Na mindegy. Na jó. Mindegy. A fűszereseknek többet nem nyilatkoz. Oké, okay, meghívtuk? Meg. Nem mátottuk? Ne. Úriember voltam? Megszemét, úriember voltam? Igen. A Jani is úriember volt? Nem. Okot adott egy újabb megsértődése? Igen. Én eljönnék? Nem. Jó. Viszont van valami, amit nem értek, és mivel ti nálam sokkal hétköznapi módon... Hétköznapi, egyszerűbb. Hát, egyszerűbb. Meglehetősen szürke kispolgári életet éltek. Így biztos sokat jártok ti is az ecseri piacra, én kevesebbet. Aha. És lehetett hallani egy hírről, amit nem teljesen értek, de majd elmondjátok, hogy 300 000 forintos pénzbüntetéssel sújtotta a füzesabonyi járásbírósági hivatal, ugye Hápál helyi lakost, akit a járási ügyészség állított bíróság elé, mert az ecseri piacon vett hamis járművezetői engedélyét akarta a hivatalba meghosszabbítatni. Most ugye ez a dolog több sebből vérzik, de hogy ez hogy néz ki először az ecserin? Aztán nézzük meg, hogy valaki hogy van az, hogy tudja, hogy hamis, de bemegy, vagy nem tudta, hogy hamis. Én jó néhányszor voltam kint az ecserin, de ezt a részét soha nem értettem. Ezt. Már hamis jogsít? Persze, mert hogy nem, általában ezek a hamis papírok, hamis jogsít, hamis érettség, stb. Nem értem. Tehát, hogy amikor például, mit tudom, keresem magamnak szimatszatyrot, meg surranót, akkor végigmentem az üzleteken, és ha nem láttam kint, akkor megkérdeztem, elnézést, van maguknak használt surranójuk, azt szeretnék vásárolni. De most itt bemegyek? Elnézést, van hamis jogsiuk? Azt szeretnék vásárolni. Igen. Igen, na de várjál, és meg? Akkor utána valaki ott áll, fog egy papírt, és azt mondja, hogy hogy hívják? Horváth János, anyja neve dr. Bözsinke Erzsébet. Vágó született. Megkezd meg. Ja, született 1964. Személyigazolvány, mit tudom, mi kell egy vezető? Van valakinél egy jogsi? Nézzük már meg, mi van egy jogsiban. És miért? Most mondja, hogy ide nézzen, ne pislogjon. Ott a hamis Devergo farmerek mellett, a Kasucci spurt mellett, üljön már be, oda csinálunk körül egy fényképet. Odaadjuk a fényképet, egy hét múlva kézbesítjük a jogosítványt, megmondaná a postázási címet, hova küldjük? Elküldjük. Nem kell egy hét, holnap így gyere van. Érte. Mert bele kell egy nyilvántartó hivatal. Ott a olasz asszonynál, aki nem vak, és nem olasz. Igen. A személy neve, nyilvántartási idő, születési év, születési helyszín, hamis orvosi vizsgálat, családi név, utónév, érvényességi idő. Hogy ez hogy zajlik, hogy leveszik az adataidat, mint egy menő indiai szabónál, aki öltönyt van rád, fölírja a különböző dolgokat, és egy hét múlva neked postázzák? Hát, vagy te lesugod valahol? Ki kell menned érte. És szerintem nem egy hét, hanem egy óra. Míg megcsinálják. Ugyanígy mindent föl tudnak rá, laminálják a lapot, és kész, viheted. Kis fotógép van, digitális. És ott beülsz a márványmosott farmerek mellé, ott igen. Lefotóznak, és azt mondják, egy óra múlva gyere érte, és megvan. Így van, abból látod, hogy hamis, hogy belóg mögéde a márványmosott farmer. Abból látod, hogy hamis, hogy egy kínai ott teszi a tofus gombáját kis pálcikával, és nagyon riadtan néz a fényképezőbe. Sose vettem még ilyen hamis papírt, de valaki elmondhatná, hogy zajlik ez az ecserin, vagy tényleg mi történik. Akkor ott? Vetettél, vagy vettek neked? De hogy bemegyek, és akarok venni titokzoknit, meg akarok venni két üveg unikumot, meg egy doboz cigarettát, mondjuk azt ott már nem lehet, csak mondjuk ukránt, vagy kínait, és én tudom, hogy ki a hamis jogsi díler? Aha, vagy a néni, aki ül egyébként valahol oda irányít, hogy a Bélához mennyi. Zoknit, gatyát, tessék, jogsít. Vagy oda lépnek hozzád, és azt mondják, hogy viper a sokkoló jogsi a hatos pultnál, vagy ez hogy zajlik? Így van. Szent István balkez feje. Vagy van egy ecseri díler, aki rájön, hogy
nézi a körbenézőket, és kiszúrja, hogy te valamit keresel? Vagy van, ti vagytok a piacra járók. Tessék? Tonett székeket keresek. Igen, jól hallott, a tonett székeket. A jövő hétre kellene. Igen, addig hozzá fényképen. Így van. Te sokat jársz ilyen piacokra, vagy különböző piacokra. Hozzád léptek már oda? A Viper, a sokkoló, Gaspré, a hamis jogsi, van ilyen? Nem, mert látták, hogy nincs telem vagyok. amikor mi járogattunk, ezt nagyon komolyan mondom nektek, csomószor kérték, hogy mutassuk meg a pénzünket. Már hogy, hogy, már hogy, meg, hogy van nálunk pénz. Hogy ne csak úgy kérdezősködjünk, hanem biztos, hogy legyenek abban, hogy vásárolni is tudunk. Na most érted? Óriási. De ez már régen volt. Most már biztos elhinnék. Szájról szájra terjed, hogy hova kell mennem? Például a Józsefvárosi piacon, ahogy beléptél régen a kapun, akkor rögtön ott tudtad, hogy a kis vágottan ott állt, és volt a kezében egy számlatömb. És azt tudtad, hogy ő nem azért hoz számlatömböt, mert ő szolgáltatás. Mert számlát új. Akar adni, hiszen ez nem jellemző. Hát de akart adni, csak neked pénzért. Most ha valaki ott áll, és nézegeti a jogosítványokat, mert van neki több, akkor tudod, hogy ő az az ember, aki majd meg fogja oldani a aki megcsinálja neked. Aha, akkor nem úgy kell elképzelni, hogy mint a Madonna hajgumis annak idején, hogy átadott a kis bicikliével, és akkor föl volt rakva a teljes kollekció, hogy lógnak le ilyen kitöltetlen jogosítványok. És akkor csak be kell írni. Jó, nézzük meg az ügy másik oldalát. Ő ugye bement, hogy meghosszabbítsa. Meddig kapsz meg egy jogsit, hamis jogsit, és mondjuk 10 évre, 5 évre? Ugye? Szóval van egy lejárati szám, megkapod mondjuk 10 évre, az orvosid az előbb lejár. Tehát az igazi hülye akkor volt, amikor ezzel bement az orvoshoz. Hogy te elfelejted, hogy te megvásároltad azt a jogsit 10 évre, hogy olyan régen volt, honnan van, fene se tudja mennyibe a okmányirodába, hosszabbítsd már meg, és elfelejtette, hogy ő vásárolta a jogsiját? Vagy ő tudja azt mondani, hogy ő ezt kapta, nem? Csak mondjuk ezt a rendőrség nem biztos, hogy... Hát nem hiszik el. Hát akkor ugyanoda kell visszamenni. És akkor ott igényelni egy másikat, ahol az előzet igényelte. Honnan tudta, hogy lejárt? Lehet, hogy a rendőr azt mondja, ne, uram, ne, hát lejárt ez a jogosítvány. Érted? Tehát lehet, hogy a rendőr nem vette észre, hogy lejárt? És beküldte az okmányirodába? És azt mondta, hogy hát azt mondta a rendőr, hogy lejárt. Fogta a jogsit a rendőr, megforgatta, nem vett észre, beküldte az okmányirodába, mert jó fej volt. Meg. Hogy újítsa meg, lejárt, hosszabbítsa meg. Tehát lehet, hogy a rendőr se vette észre? Hát simán. Ugye? Hát az is simán benne van. Simán előfordulat. Miből derül ki, hogy hamus, hogy nincs rajta ez a jel, ami ott ugye a fényképnél van? Nem tudom, milyen jelnek hívják azt. Valamilyen hologramos cucc, nem tudom. Szerintem ezt is tesznek rá. Az mondjuk 1000-rel drágább a hologram. És a következő kérdés. Hogy lehet, hogy ezért valakit csak pénzbüntetésre bírságolnak meg? Tehát közokirathamisítás, oké. Okay. De bizonyítanod kell. Mit? Hogy azt ő csinálja. Hát nekem tök, hát azt miért kéne bizonyítani? Hát ha hamis jogsidal van, hát akkor mindenki azt mondja, hogy hát én jó hiszeműen vásároltam. Jó hiszeműen vásároltam a hamis jogsidalat. Érted? Tehát ő akkor valószínű kiment úgy a forgalomba, hogy nem volt jogosítványa. Vagyis 10 éven keresztül minden nap szabálysértést követette. Ha ezt 300.000 forintra büntetik, hát akkor ez a hülyének is megéri 10 éven keresztül mondjuk úgy dolgozni, közben nagyon sok pénzt keresni az, amihez neked mondjuk jogsi kell. Érted? Tehát ő minden nap elvileg úgy vezetett, hogy nem volt tisztában a kresszel, és nem tudott vezetni, nem? Persze. Ha egyáltalán nem volt mondjuk jogsia. Viszont megtanult 10 év alatt. Az is igaz. Ez is igaz. De azt nem értem. Kicsit tovább tart. Tehát ilyenkor miért nem mondják, érted? Kötelező órák száma az egy picit több. Miért nem mondják el, hogy örökre eltiltjuk a vezetéstől. Vagy örökre elveszük a hamis jogsiját, vagy az igazit. Vagy nem lehet többet jogosítványa. Vagy nem mehet többet visszavezetni. Hát eddig sem volt neki. Jó, igen, eddig sem volt. Vegyétem. Na de várjál. Önnek nem lehet többet jogosítványa. Hát most aztán nagyon kiszúrtak vele, mert eddig sem volt. Tehát ez csupán csak készpénzbüntetés, hogy 10 éven keresztül illegálisan volt közúti forgalomban. Én azt sem értem, miért büntetik. És ezt komolyan mondom. Hát hogy miért büntetik? Hát méltányosság alapon én szerintem akkor be kéne jegyeztetni azt a hamis jogosítványt, mert hogy eddig nem csinált balesetet. Mert ha csinált volna a balesetet, akkor kiderült volna, hogy ez a jogosítvány hamis. Szerintem mindegyiken ez a szám, ami itt van, ez egy egyedi azonosító szám. Ahhoz tartozik egy név. Na most, hogyha a rendőr fogja, és mondjuk egy baleset után ezt szépen beírja, és megnézi, hogy kihez tartozik, rögtön ki kell derülnie, hogy nem ahhoz az emberhez tartozik az egyedi azonosító szám, akinek a képe meg a neve szerepel a jogosítványa. Magyarul, addig nem csinált balesetet. Ha addig nem csinált balesetet, jól vezetett. Tehát legyen olyan, mint a BKV buszsofőröknek, hogy a minden megtett 100.000 kilométer után egy aranykormány. Igen, nem. Arany nem lehet, csak trombitarész, hiszen a hamis. Egy trombitarész kormány. Tehát ilyen ember soha többet ne vezethessen, aki 10 éven keresztül úgy vezetett, érted? Tehát ennek a 300.000 forintos büntetés, az semmi.
miért nem? Hát ha van életfogytig börtön, akkor miért nem? Mondjuk, hogy soha többet nem lehet jogosítványod. Eddig se volt. Hogy ellenőrzöd. Mit? Hogy nem lehet, beírják valahova, és akkor azt a rendőr tudja ellenőrizni, mikor megállítja. Hát őt. Nem elveszik, de nem is csináltathat, nem mehetsz el újra tanfolyamra, kész, eltiltjuk a vezetéstől. Mondjad, Anna! Hát azt mondják itt a hallgatók, nagyon sokkal beszéltem, hogy bármelyik éjszakai bárba, hogyha bemész, és fölveszed a szemkontaktust mondjuk a kidobó őrrel, meg fogja neked mondani azt, hogy hol lehet csináltatni. Elkérnek egy mobil számot tőled, és majd másnap hívnak. Mondom, addig lecsekkelnek, hogy te ki vagy, hogy vagy, vagy lehet, hogy esetleg rád állítanak embert, aki követ, hogy nem beépített ember vagy, aki le akarja őket buktatni. Biztos, én szemkontaktust keresnek, valószínűleg az, hogy ne fixírozz, kis nyomi. Nem, oda megy, megmondja, hogy mit szeretne. Hát, hogy fölveszed a szemkontaktust, és bármelyik kidobó ember az éjszakai életbe egy elegánsabb bárba, vagy nem elegánsba, tök mindegy, megmondja, ezt mondják. Hogy jogsit tudnak szerezni, mert az, hogy nőt tudnak szerezni, vagy molyapesgőt, vagy nem tudom, az oké. De olyannal is beszéltem, akinek van hamis jogsia. Ezt de hát nem akaradásban nyilván. Nem ér, szombaton kipróbálom a kapellám. Igen. Van meleg jogsi. Olyan meleg lesz. Félsz nagyon. Egyébként tényleg pillanat alatt. Bemorzsázom neked a jogsit a púzódba. Lehúzom a kártyát. Olyan jogsit teszek a kártya leolvasódba, kis csikó. Könyvbe lábad a szemed. Figyelj, szerintem ez nagyon gyorsan megy, jó, ezen van hologram, megy jogsin, de én most csináltattam lakcímkártyát, ezt tényleg, hogy a Feri mondta, nem, eredetit, mennyi volt? 3 perc. Na jó, de hát ott azért van egy infrastruktúra, hát az okmányirodába bemész, ott van ez a lap, kitöltik rá, nyomják. Nem fizettél érte? Nem, semmi, egy olyan szerkezet, mint egy nyomtató. És nyomja ki ezt a laminált lapot. Hát semmi, kitöltöttem, lejárt a lakcímkártyám. Bevették a régit, plik-pluk. Lehet, hogy megszerzik ezeket a laminált lapokat, kicsempészik, és akkor úgy, vagy... Hát de meddig tart? Hát semmi szerintem, de komolyan. De ezeket az egyedi azonosító jeleket, ezeket hogy teszik le, meg hogy teszik le a hologramot? Hát jaj, Jani, hát simán ott ráteszik. Arra is ráteszik valahogy. De valahogy lebukott, hát nem volt rajta hologram, hát valami hiányzott, mert lebukott. És elfelejtett, hogy hamisan vetted és bemész. Jó napot, oké, sorszámot tépni, hogy igen, a 206-os beülsz, megvárod, míg szólítják a 206-os, és oda viszed a hamis jogsidat, hogy hosszabbítsák meg. Biztos, hogy nem elfelejtette, hát iszonyat pofátlanba tolta. Hát pontosan tudta, hogy hamis, bevitte, és tette egy próbát, hogy meghosszabbítsák, és ha meghosszabbítják, te már egy eredetit kapsz. Bizonyám, így van, ez, ugye? Ez az. Tényleg, hol bizony, jártam tanfolyamra? Igen, hova? A Mazsola Kressz iskolába, 86-ba, persze. A Feri gyanús, azt írja egy hallgató. Nézzétek meg a papírjait, mocskosul tudja, hogy működik ez a piaci vásárlás. Hát ez van. Igen. Én számlatömböt vettem, még meg sem szólaltam, már jöttek utánam számlatöm, nyugta, kérdezték. Ez rá van írva arra, aki nem zoknit keres, egyből kiszúrják. A Harkányi piacon hangosan kiabálták a 90-es években kuna, márka, cigaretta, rakéta, gépfegyver. Persze. De ez váról indítható. Oda mentél és megvetted. Ez így van. A Fáj utcai piacon annak idején ugyanez volt. Gászpré, gépfegyver. Nyaj, hagyjatok hát, már. Tényleg. A gászprét kiabálták, azt én is hallottam. A gászprét meg a kunát, azt elfi. Gépfegyver. Patriot légvédelmi rakéta. Nem, harckocsi század. Tigris tankok. Igen, grippenek. Atomtenger alatt járó tessék félárón. Nem, de pisztoly puskát lehet. Enigma kódolmasó. Csillagháborús rakéta rendszer. Miről a más. Ezer éves rólyó. Igazi fénykar. Homokúsz a dzsavákkal. Pisztolyt és puskát tényleg lehet venni. Meg gépkarabét. És így kiabálnak. Megafonba. Esküszöm. Egyébként tényleg szemtelenül nyomja. Hölgyeim és uraim, itt a visszanemtérő alkalom. Csak M16-os félautomata. Fegyverek ugyanitt Lüger féláron. Ugyanitt Újburgonya és igen, Újburgonya is dinnye eladó. Frissnyírségi almát tessék, de ugyanitt RPG-ket is lehet venni, 10 féláron. Te gondolod, hogy járt arra ellenőr? Persze. Oda figyelj, be sem mertek menni. Már a bejáratnál tudták, hogy jön az ellenőr és pakoltak, tehát hogy ebben azért van valami. Abszolút. Azt írják, hogy béna volt a csávó, nem az Ecserin kellett volna jogsít, hanem a Józsefváros. Igen. Igen. Mi van a trapistával? Pár hónapja a határúti aluljáróban hozzánk lépett egy nő, cigi. Mondtam, hogy nem, köszi, mire ő trapista sajt.
Persze. Hát figyelj, miért a cigi? Hát annak most megint beindult. Ukrán cigi címnak, kínai cigi címnak, persze, oké, hát az hamisítják. Hát ugye kimutathatóan visszaesett a dohánykereskedelem. Egyrészt nyilván leszoktak, kettő előre tört a fekete kereskedelem. Ezeket hamisítják. Na mindegy, érdekes történet. A büntetési tételt önmagában egyébként nem értem, hogy egy ilyen ember csak 300 000 forintot kap, nem? Hát, de most mi, ültessék le? Bajt nem okozott, most volt egy közokirat hamisítása. Na jó, hát akkor is. Az meg még magasabb szinten is belefér, nem? Az meg még nem akkora baj. Én hamis forgalmit vettem 5 év műszakival, ezzel mi a baj? Kérdezi egy hát hallgató. Micsoda, én motoros oktatásra járok, ez nem. Igen. Látod, Balázs, ezért kell az erkölcsön, hogy a büdös kölöknek eszébe ne jusson kamu jogsit venni. Igen. Valaki csak ennyit. Balázs, okos legyél már! Jó, SMS-ek jönnek ma egész nap. Oké. Fehér. Nem, ez már nem érdekes. Nem. Ki mondta a fehér. Oké. Na mindegy, 9:50 múlt pontosan, 6 perccel, jönnek mindjárt a nap, legjobb pillanatai, jövünk vissza mindjárt. 3:10 lesz pontosan, 4 perc múlva. Jött még egy-két hozzászólás a piacozással kapcsolatban, ugye arról beszélgettünk, hogy valaki hogy veszi jogsit, egyetem, merre kell indulni, hova kell menni. Egy pasi besétált, hogy meghosszabbítsa a nem létező jogosítványát, vagy hát a hamis jogosítványát, elkapták, 3000 forintos pénzbüntetést kapott, és... Azért vitt az okmányirodába egy hallgató meghosszabbítani, mert elhitették vele, hogy be van jegyezve a rendőrségre, jók vagytok. Aha, ez is egy érdekes szempont, hogy ő valószínű tényleg azt az információt kapta, hogy ezzel menjen nyugodtan, ez egy bejegyzett igazi jogsi, ő pedig besétált, csak ugye hát nem volt bejegyezve, mert a sorszám nem volt az. Messze nem tudsz lebukni. Ez menj csak, ez be van jegyezve, igen. Húj befelét lehet, hogy tudna segíteni a hamis okmányvásárlásnál, igen. Így a Tamás. A fáji piacon annyit mondott egy öltönyös vietnámi, hogy csú, mindenki pakolt, és 20 perc múlva üres volt a piac, mire a vámosok jöttek. Hogy mondta? Csú. Ennyit mondott a vietnámi, hogy csú. Az mit jelenthet vietnámi úr? Hát gondolom pakolj. Húzás. Pakolj. Léc. Zsarug. Zsarug. Zárás. Vége. Over. Ende. A nyíregyházi piacon 50 ezerért adták régen a Berettát telitárral. Na, ugye? Igen. Fater mesélte, egyszer volt a Jozsón, a kapuban visszafordult, mert ahogy beért, a kis kínai nőci felhúzta a szoknyáját, majd megkérdezte. Pisztol, grenát? Azért az is kemény. Felhúzta a szoknyáját, és mondta, hogy pisztolyozza meg. Igen. Anna lakcímkártyája hamis volt, az nem jár le. Tényleg, te miért mentél lakcímkártyával az okmányirodába? Egy lakcímkártya nem jár le. A lakcímkártya akkor jár le, ha te címet... Nem. Van egy érvényessége a lakcímkártyának? Van egy érvényessége, bizony, nekünk közelít az iskola, és rajta van az érvényessége. A lakcímkártyán. És a lakcímkártyán, jobb, ha megnézitek, bizony, és lejárt a lakcímkártyán, nyugodtan nézd meg, mert rajta van. De mitől jár le egy lakcímkártya, könyörgömet? Hát lejárt. Hát akkor jár le, ha te elköltözöl, nem? Nekem lejárti dátum a lakcímkártyámon, bizony. Már volt bélyegezve. Tehát hamis. Hol van lejárt? Akkor már az eredet is hamis volt. Az enyém menesküszöm van. Ez nincsen, mert akkor az enyém 2006-ban lejárt. Bejelentési az idő az van rajta, kiállító az hatóság. Az a lejárti dátum lehet. Ne. Nincsen, Anna. Ennyi nem van. Kamu az a személyig, lakcímkártya. Az nem személyig, az lakcímkártya? Nem jár le a lakcímkártya, ez nem az tud lejárni. Lejárt. Mondom, hogy lejárt. Hát behozom holnap, az újon is van dátum, amit most kaptam, azon hát, is van. Mikor dátum. Állítják ki az? Tudod, mi van rajta? Nem, lejárti, le van, hogy lejárti dátum. Hát nem az a lakcímkártya. A lakcímkártya. De nem akkor jár, tehát ez miről szól akkor? Hát a lakcímkártya nem akkor jár le, ha te elköltözöl, és akkor be kell jelenteni az új levelezési címet. Sajnos a 13. kerületben nekem úgy adták ki, az most az állandó lakcímem, hogy lejárt a tartózkodási helyem, rajta van. Lehet, voltak körülötted kicsi vágott kínai emberek, akik közben cigitárultak, most brendi. Most kell megtudni a Petinek, hogy elköltöztetek otthonról. Hát csak ide, nincsen rajtad, van neked, nincs tartózkodási hely, neked lakóhelyed van, nekem van tartózkodási helyem. Lehet, hogy az enyém azért jár le, mert nekem az állandó lakcímem is rajta van, meg a tartózkodási helyem, ami nekem nem ugyanaz. Aha. És valószínűleg, akinek tartózkodási hely rajta van, annak van lejárt dátuma. Neked csak állandó lakcímed van rajta. Mert nekem nincs takargatni való. De nekem van tartózkodási helyem, nekem az nem esik egybe, az állandóval. Aha, máshol tartózkodsz, mint ahol laksz. Ez így van. Ez is gyanús. Ez így van, és legyen az én titkom, hogy ja, hol. Azok a kártyák járjanak csak le. Aki nem ott tartózkodik, ahol lakik, az menjen csak hosszabbítani. Bizony, így van. Ott kell tartózkodni, ahol laksz. Ennyi. Aha, ja, értem. Úgyhogy tudod, mit mondok neked, Anna? Csú!
Akkor tűnök innen! Csú, a csú nagyon jó. A csú az nagyon jó. Ezt imádom, a csú. 7 perc van pontosan 10 óra. Igen, ez reggel történt. Ugye, ha valaki esetleg nem teljesen értette, hogy mi volt az ismétlés, egy fekete-fehér igen nemben. Egyszerűen nem tettünk mást, a hallgatókra bíztuk, döntsék el, jogos az ajándékcsomag, vagy nem. Hát egy olyan 400 SMS. De hogy ezek, és ezek még a beolvashatóak voltak, hogy mi mit csináljunk, vagy a hallgató mit csináljon, vagy az mit csináljon, aki megadná, vagy az mit ne csináljon, aki nem adná meg. Hát elképesztő. Hello, Csabi! Jó reggelt, szevasztok! Indulatokat váltottatok ki, úgy érzem. Ma is. Egy játék. Ez egy játék. Kell nektek itt játszadozni korán reggel állandóan. Hát ez az... Tönkreteszitek egy országnak a hét elejét. Tehát így indul, így kell elindulni. Így kell ezt. Na mi van, futottál a hétvégén, sportoltál? A hétvégén úsztam, ma pedig futottam. Felavattam, van egy vadi új futócipőm. Na, megérsz. Képzeljétek el, amikor voltunk a jótékonysági futóversenyen múltkor, akkor a csapat minden egyes tagja kapott egy vadi új futócipőt. Az volt a taktikánk, hogy mezitlen mentünk el. Csak megsajnáltak, szegények. És én ezt most felavattam ma reggel. És mennyit úsztál? 2 kilométert. Na, ez nem rossz. Szép. És most meg 6-ot futottam. Ha érdekel. Nagyon jó. És 90 kiló vagyok. Egyéb kérdés? Ez jó. De lassan Iron Man-ezhet tényleg, mit tettem a hétvégén? Káposztát. Az megvan? Két magyar vezet ezen a Super Iron Man-en? A 30. napnál vannak, minden nap letolnak egy Iron Man-t, minden nap. Ezt csinálják most már 30-szor. 30-szor futnak egymás után maraton, bringáznak és úsznak. És két magyar van az élem. Ilyen verseny még nem rendeztek soha. De komoly. És két magyar vezet. Soha többet nem fognak, az egyik túlélő se éli túl szerintem. De mire, az a 30 ember, aki erre képes a világon, az kész, az többet nem tud egy ilyen elindulni. De hogy azért 30 napon keresztül minden nap lefutni egy maraton, biciklizni, mint 150-et, 180-at, és úszni 3-6-ot, vagy 4-et. Azért szívósak. Hát, picikéj. És még mindig a magyarok vannak jelen, és azt hiszem, az utolsó napokban vagyunk. Ez egy nagyon nagy dolog, úgyhogy drukkoljunk nekik. Na, én meg most elmesélem. Az egyik magyar, azt hiszem, 50 éves a körülbelül, ugye? Nem fog eszembe jutni a neve, mindegy. Hülye kérdés volt. De igen, idősebb egy kicsit, hát nem 50 éves, az nem idős, de hogy nem fiatalokról van szó. Akármennyi idősek, azért 30 napon keresztül egy-egy hosszú távon Iron Man teljesíteni, úristen. Sokkal jobban bírod, azt mondják. Tehát, hogy nagyon sokan vannak, akik időskorukban kattannak rá a futásra, pont azért, mert magát a monotonitást már te nem bírod 20-30 évesen, de hogy egyszer csak rájössz, hogy ezt neked találták ki, és sokkal jobban bírod, mint 30 évesen. Hallod, Csabi? Hát én is most kattantam rá. És kedveled egyre jobban. És nagyon igen. Bár igen. Most, hogy így elmesélted, hogy ők micsoda remek teljesítményt nyújtottak, az én 3 nap alatt bemutatott futás és úszás teljesítményem, hát már nem is annyira jó. Csabi, az képest, hogy egy éve még akkor futottál, kergettek, ahhoz képest azért ez a napi 6. Egyébként jó. Pont egy éve volt az, amikor egy ilyen hát szabadság után, mikor máskor visszajöttem, és akkor így néztetek rám, és azt mondtad, hogy mi van? Hát, miért van rajtam ez a pufi Jacky? Igen, és ahhoz képest meg, hát ez a 2 kilométer úszás, főleg úgy, hogy egy 5 méteres medencébe teljesen. Jó, hogy többen kérdezik, hogy mi legyen most ezzel a felvevős dologgal, akkor ezt holnapra megbeszéljük, hogy ez most lesz, vagy nem. Jó? Jó. Én kitartok, de vannak ellenérzések az üggyel kapcsolatban. Holnapra eldöntjük, hogy legyen ez a kezdeményezés, vagy nem. Hívjuk a nap hallgatóját. Már is. Mert én még hiszek benne. Hiszel a jóban. Hiszel az emberek. Jó, de most kap ajándékcsomagot a Peti, vagy nem? Morning show. Az bizony, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Mit írtál nekünk? Ja, igen, ismerősöm érettségit vett, még a tablóra is rátették. Ezt írtad nekünk. Igen, igen. Már vagy az ő képét, úgy érted? Persze, az az igazi hamisítás, hogy egyébként megkapod, és benézsz is ott, hogy a tablóképen is. Igen, az a legszebb. Hogy hívnak, nem írtad alá? Laci. Laci? Igen, igen. Na, Laci, vannak plusz ajándékaink, méghozzá nem is kevés, igazából. És szeretném ezeket neked elmondani, hogy mi tőlünk megszokott, hogy jó helyre küldjük általában a hallgatóinkat. Ugye? Jó helyre küldjük őket. Így van. És pesti vagy? Nem, szegedi. Az nem baj, mert ha esetleg majd Pestre látogatsz, akkor elküldenénk téged egy újonnan nyílt... Ja, ez az az újonnan... Ez az a... Ez... Budapest legmenőbb
és még szinte festékszagú, idézőjelesen mondom természetesen, újonnan nyílt vadonatúj legmenőbb éttermébe egy szórakozó helyére, ahol te ehet, ihatsz a mi számlánkra, jól érezheted magad, péntek szombat bulizhatsz, a legtrendibb, legmenőbb helyről van most szó, minden budapesti oda akar menni. Csak nem tud, mert nem fér be. Így van. Jó, ide küldenénk téged, brutál jó konyha, látványkonyha, reggeli ebéd vacsora, szórakozási lehetőség, csajok, partik. Rohanok a vonatállomásra, nagyon italok. Ételek, italok, mondjatok még valamit, mi van ott? Hát, mi, de nem tudunk olyat mondani, ami nincs ott, csak olyat tudunk mondani, ami van ott. És igen, minden iszonyatos nagy minőség. De egyedül mész, vagy ketten mentek sztereóban? Hát azért többen menjünk, akkor csak ketten. Jó, mert figyelj, ha egy csajt radizni akarsz vinni, vagy van valaki, akinek udvarolsz, vedd föl ezt a kis ajándékutalványt, vidd el, aznap este Séfet szerintem... ne vigyetek, az van ott. Ugye? Igen, olyan látványkonyha van, megőrülsz. Aznap este tudja, hogy meg lesz a csaj. Jó? Vagy legalábbis hagyja, hogy valami elcsattanjon. Köszönöm szépen. Már de a páromra gondoltam igazából. Ja, vigyél idegent. Hát a párod a párod már nem kihívás. Hát vigyél valaki olyat, aki még azért nagyobb kihívás. Na, érezzétek jól magatokat, jó kis hely. Jó? Köszönöm. Nagyon szépen, vigyázzál, mert már a leves után lecsúszik az asztal alá. Jó étvágyat nektek. Jó mulatás. Ciao. Szia. Csabikám, remek zenéid lesznek? Sztereóban nyomjuk, és Király Lindát hozom. Szerintem Király Linda olyan világszínvonalú muzsikákat hoz most már, nem is tudom, évek óta. Igen. És van most ez az újdonság, az a Runaway, Beautiful Tragedy, ami tényleg. Tehát, hogyha nem tudnád, abszolút, hogy ő, akkor azt is gondolhatnád, hogy ő egy világsztár. De meg is érdemelné, hogy az legyen, mert nagyon jól énekel. Igen. Holnap is leszünk. 555-00-00. Ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Csú!